Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor második alkalommal üdvözlöm körünkben Horn Gergelyt. Két héttel ezelőtt volt már itt egy emlékezetes alkalom. A Pálos Misztériumba kaptunk egy vezetést, és ennek a folytatása fog ma következni. A terveink ugyanazok, mint múltkor, tehát két részletben, ahogy máskor is szoktuk, lesz majd egy szünet olyan 7:30 környékén, és akkor 9-ig fog tartani az előadás. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy telefonját halkítsa le, vagy érítsa le, stb., hogy ne zavarjon meg bennünket. Most az elején elmondanám a következő előadásunkat, mert az jövő héten lesz egy hét múlva, tehát most viszonylag sűrű lesz a programunk, utána viszont 3-4 szünet lesz majd, tehát jövő héten puskáznunk kell. Március 5-én kedden Jobbágyi Zsolt előadásokra következni, meglátjuk. A címe pedig az égi szeretet láncait kedveljétek, Szent István király küldetéséről lesz szó. Ugye ezek a sorok, ezek a Szent Istvánnak a halálos ágyán elhangzó búcsú szavai voltak, tehát ezzel fogunk foglalkozni jövő héten, március 5-én. Most akkor viszont a Pálos Misztériumot folytatjuk. Kérem, Gergő, kivágjon be. Ja, kedvencem. Szeretettel köszöntök mindenkit, és ismételten köszönöm a bizalmat. Nem sok embert sikerült elriasztanom az elmúlt alkalommal tartott előadás során, látom. Az a helyzet, hogy a mikrofonnal kénytelen vagyok hadonászni, tehát nem tudok más csinálni, mert én egy mozgásmániás ember vagyok, 3 éves korom óta néptáncolok, tehát egyszerűen, hogyha lerögzítem magamat a színpadhoz, akkor nem fogok tudni beszélni. Úgyhogy bocsánatot kérek azoktól, akiket nagyon idegesít, hogy hadonászok a mikrofonnal, ez ugyanígy lesz a mostani alkalommal is. Akkor tovább haladunk a Pálos Misztérium nyomvonalán. Elmúlt alkalommal egy történeti áttekintést próbáltam megadni. Kezdtük a hivatalos történeti szállal. Ugye a hivatalos történeti szál mindenki nagyon jól tudja, itt van mögöttem kivetítve, Boldog Özsébbel indul, esztergomi kanonokkal indul a történet, és folytatódik bent az erdőségben a remetékkel. Ezeknek a remetéknek, ha a történetében elindulunk visszafele, most én üttörténeti értelemben, vagy metafizikai értelemben vizsgálódok, tehát elindulunk visszafele, és föltesszük azt a kérdést, hogy mikor találkozunk először remetékkel, akkor azt a választ fogjuk kapni, hogy ősi idők óta vannak remeték. Ezeket a remetéket keleten mondjuk egy indiai kultúrkörbe, a védikus bölcseletbe szannyászinoknak hívták, és szamádi az az állapot, amit megvalósítottak. Itt már tehetünk egy megjegyzést, vagy tehetünk egy kitérőt, és egy kicsit a szamádi állapotról beszélhetünk. Ugyanis az ősi feljegyzések mind arról szólnak, hogy a szamádi állapotnak kétfajta megvalósítási módja van. Mit jelent a szamádi állapot? A szamádi állapot az a beavatásnak, az úgynevezett szakrális beavatásnak, ez mindig halálba történő beavatás, ezt tudnunk kell, és erről ma még nagyon sok szót fogunk ejteni. Tehát a halálba történő beavatásnak a legmagasabb fokát jelenti. Azt a fokát, amikor a beavatás mentén eljutunk egészen a fizikai testnek az átlényegítéséhez. Ha a fizikai testet átlényegítjük, ez nem azt jelenti, hogy maga a fizikai test, a húsvértest úgy, ahogy van, fel fog támadni. Ez kezdetektől fogva a metafizikai hagyományban naív felfogásnak tartották. Ugyanígy naív felfogásnak tartották még a késői katárok, ugyanilyen naív felfogásnak tartották a templomosok. Most azokat a példákat mondom, akiknek a gnosztikus és a hermetikus hagyománya közvetlen kapcsolatuk volt, és értelemszerűen ugyanilyen naív meggyőződésnek tartották a pálosok is. Gondoljunk Jézus Krisztusnak a tanítására, vagy az ő szavaira. Hús és vér nem örökölheti Isten országát. Ez mit jelent? Hogy hús és vér soha nem fog feltámadni. Mi az, ami föl fog támadni a húsvér testből? Az ott megkötött fényrészecskék. Ezek a fényrészecskék egyszerre képesek kiszabadulni a testnek a börtönéből, és akár testi lenyomatot is létesíteni, mondjuk egy leplen, vagy egy márványkövön.
vagy bármi máson, mert ez az elsődleges elemi fénynek a lenyomata. Ez az elsődleges elemi fény pedig, kezdetektől fogva a feljegyzések említik, fehér fény. Fehér azért, mert a teljességet hordozza. És föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ez minek a teljessége. Tudni kell, hogy a fény a metafizikai hagyományban minden esetben a bölcsességhez kapcsolódik. A fény akkor jelenik meg, amikor megjelenik a bölcsesség. Ugyanis a teremtő aktivitás maga tűzlényegű, a tűz eleméhez kötődik. És ennek a tűznek találkoznia kell, itt most őselemekről beszélünk, ennek a tűznek találkoznia kell, de itt megint lehet egy megjegyzést tenni, mi az a tűz. A tűz maga a teremtő akarat. Tehát amikor én tűzállapotba hozom magamat, akkor én az akaratnak a szellemi principiumát működtetem magamba. Ez legmagasabb szinten maga a teremtő akarat. És ez a teremtő akarat kap választ a teremtésnek a női oldaláról, a bölcsesség anyjától. Ő a fekete boldogasszony. És a bölcsesség anyja, amikor felismeri az akaratot, és formáról formára, ez most nem saját szómagyarázat, tehát önmagával magyarázom a szót, ez egy ilyen szép képlet. Formáról formára formálja a teremtőnek az akaratát. És ezzel ez a láthatatlan, transzcendens teremtői akarat, ez a tüzes teremtői akarat belép a teremtésbe, mint forma. És amikor ezt a formát szemléli maga az akarat, akkor tudatosul benne, hogy voltak éppen mit csinált. Ezt úgy szokták nagyon egyszerűen mondani, hogy a szeretet a bölcsességben ismeri föl önmagát. Addig csak nyers akarat. És ez, amit most elmondtam, ez tulajdonképpen a veleje a gnosztikus teremtés történetnek. Egészen a kezdetektől fogva. És amikor ez a bölcsesség megjelenik, ennek az első alakja az elemi fehér fény. És ezt azért kellett elmondani, mert akik ezt az állapotot képviselik, vagyis olyan remeték, akik meg tudták valósítani a beavatásnak a legmagasabb fokozatát, mindig a fehér állapothoz kötik ezt. És egy késő időben fehér csuhában fognak járni. Tehát ha megkérdeztük volna a pálos atyákat, hogy mit jelent a fehér csuha, az első üzenet, vagy az első válasz, amit kaptunk volna, hogy ez az elsődleges fehér fény a bölcsesség szent fényének, az ősanya szent fényének a megnyilvánulása. Ezért vannak fekete csuhába. Föl lehet a kérdést másképpen is tenni, és akkor másfajta választ fogunk kapni. Mert ezt is mondták a pálos atyák, hogyha nagyon-nagyon kérdezgették őket, és még mitől fehér a csuhátok. És akkor azt a választ fogjuk kapni, hogy azért, mert a fehér kígyó levedlette a bőrét, és mi ezt a fehér kígyóbőrt hordjuk a testünkön. Itt egy pillanatra meg kell állni megint, mert föl kell tenni akkor a kérdést, hogy mi az a fehér kígyó. Igen, nem, de a fehér kígyót azt pontosan ismerjük, két hagyományvonulat mentén is. Az egyik a magyar ősmese hagyomány, amit Balkányi Szabó Lajos gyűjtött össze az 1800-as évek közepén. Ő Hajdú-Biharban működött, ott volt jegyző, tehát tulajdonképpen jogász végzettségű ember volt, és észrevette, hogy a falusi népnek, a parasztasszonyoknak és a parasztbácsiknak a tudatában vannak még olyan mesetípusok, amelyek nem a népmesékkel egyeznek, tehát nem beavatási mesék, hanem történeti mesék, őstörténeti mesék, a magyar nemzetnek a történetéről, és a magyar nemzettel rokon népeknek a történetéről. És ez az ősmese hagyomány, ha föllapozzák, rögtön a legelső mese, amivel találkozni fognak, az a fehér kígyó. Ugyanis a magyar nemzet a bölcsességet a fehér kígyótól kapta. A fehér kígyó a bölcsességnek a szent állata. Na most, ha másik vonulaton megyek, mondjuk elmegyek Egyiptomba, ott is jelen van a beavatással kapcsolatban a kígyó. Hát tudjuk jól, hogy a fáraóknak a beavatásában döntő szerepet játszott a kígyó udvarnak a körbekerítése. Nagyon-nagyon fontos. Ez az ofita hagyomány. Na most kik az ofiták? Az ofiták nem akárkicsodák, ugye, hanem Ádámnak a közvetlen leszármazottai. Azt mondja a gnosztikus hagyomány, hogy Ádámnak egyetlen fia volt. Mert a másik két leszármazott, az nem Évától és nem Ádámtól származik, csak Évától származik. A násznak a másik szereplője, az egyik, és mind a két esetben napszellemiségről van szó, az egyik a napba került napszellem, az a napszellem, akinek megnyilvánulása lesz az az Ozirisz, akiről már beszéltünk, a másik napszellem pedig a földre költözött napszellem. És fogjuk látni, hogy már is ott vagyunk a pálos legendáriumban.
mert pontosan a kígyók nyomán fogunk ilyesmiről hallani, hogy az égi kő leesett a földre, és bekerült a földnek a méhébe. És itt lesz a nagy feladata a pálosoknak, mert ők megpróbálnak egyre közelebb kerülni ehhez a bizonyos kőhöz, ehhez a misztikus kőhöz. De nem akarok előre szaladni. Tehát lehet tudni, hogy a fehér kígyó hagyománya az nem mástól származik, nem Káintól származik, mert Káin az egyik leszármazott. És a gnosztikus hagyomány azt mondja, hogy Káin nem akárkitől származik. Káin Jehovától származik. Gondolom találkoztak ezzel, ha ismerik a gnosztikus hagyományt, ha ismerik a hermetikus hagyományt, akkor pontosan tudják. Ki ez a Jehova? Hát a sátánnal szokták azonosítani bizonyos körökben, de egyébként ez pontatlan. Ha mi most gnosztikusan, pontosan meg akarjuk határozni, azt kell mondjuk, hogy ő egy forma szellem. Nem tudom, hogy mond-e ez valamit. Mert nyakig benne vagyunk már a pálos tudásban és a pálos misztériumban. A forma szellem a hierarchiának az a tagja, amely szellemi szinten, ha most átugrunk az ember fölött lévő angyali hierarchiának a három fokozatán, ez a mi ősmese hagyományunkban nem angyalként tételeződik, ugye tudjuk, hogy az angyal az angelói névből van, ami hírhozót jelent. Őket nem így emlegetik, hanem tündérekként emlegetik. Tündér szereplőkről van szó. És ennek a tündérkarnak van három szintje. És a harmadik szint fölött találjuk a formaszellemeket. A formaszellemek azok a szellemiségek, akiknek például az ember alakját köszönheti. Ezért nevezik őket formaszellemeknek. Tudni kell, hogy az embernek nem akármilyen alakja van. Ugyanis az emberi test az egy templom. És pontosan így van fölépítve. Minden ízében, minden elemében így van fölépítve. Ezért nevezi Mani az emberi templomot városnak. És azt mondja, hogy öt nagyon fontos rétege van ennek az emberi test templomának. És akkor elkezdi felsorolni, és felsorolja azokat az elemeket, amelyek tartoznak hozzá. Ugyanis van öt elem, és van öt város. Ugye van az erek városa, az inak városa, a bőr városa, az izmok városa, bizonyára, és a csontok városa. És mindegyikhez tartozik egy-egy elem. És mindegyikhez tartozik egy élőfa, és mindegyikhez tartozik egy halálfa. És már itt vagyunk tulajdonképpen annál a beavatásnál, annak a beavatásnak a lényegénél, amely azonos a pálos beavatással. Mert amikor Mani ezeket írja, ugyanazt a hagyományt eleveníti föl, mint ami a szannyászinoknak az ősi hagyománya. Az a bizonyos szamadhi állapot. Mindjárt vissza fogok kanyarodni a lényeghez. Ez azért nagyon fontos, mert a város megjelenik János jelenéseinek könyvében. Nevezetesen úgy, hogy az égi Jeruzsálem. Az egy város. És pontosan lehet tudni, mindenki kívül keresi az égi Jeruzsálemet. Hol fog megvalósulni az égi Jeruzsálem? Kint a kozmoszban. Nem ott fog megvalósulni. Ez mi vagyunk. Ez a mi testünknek a temploma. Amikor átlényegül a test temploma, ez a szannyászin, a remete célkitűzés, akkor átalakul egy mennyei várossá. Ez az égi Jeruzsálem. És ennek a fő szereplője a napnak a szelleme. Mert itt a nap szellemének a kitöltése történik. És a nap szellemének az állata az a mi hagyományunkban bizony a sólyom. Na most, ha én azt mondom, hogy Jeruzsálem, mindenki tudja, a szent sólyom. Tehát ezt jelenti az égi Jeruzsálem. Mi rólunk van szó? Itt folyamatosan mi rólunk van szó. Folyamatosan a mi beavatásunkról van szó. Ha a pálos hagyomány egyéni szinten fontos, akkor tudni kell, ezen a szinten a legfontosabb. Nagyon fontos nemzeti szinten is, de egyéni szinten különösen fontos. Mert a mi beavatásunkat regéli el. A mi beavatásunkat mondja el. Minden itt ülő képes megvalósítani a szamaddhi állapotot. Mi tartja távol a szamaddhi állapot megvalósításától? Két dolgot szoktak említeni. És tényleg nyakig benne vagyunk a pálos beavatásba. Az egyik, ez a nagyobb. Ez egy hatalmas erő. Az a neve, hogy félelem. Az a neve, hogy félelem. Mitől félünk? Egészen döbbenetes, mert így kell föltenni a kérdést. Mitől félünk? Miért nem indulunk el ezen a beavatási úton? Holott mindenkinek lehetősége van. Ahogy a pálos misztérium elmondja, az ősi misztériumok is ugyanúgy mondják el. Minden ember életében kétszer megkapja a lehetőséget arra, hogy elinduljon a beavatás útján. Milyen módon? Úgy, hogy szembesítik vele. Jelet kap. Jelet kap, hogy emberfia, nem jó úton haladsz. Nem ez a dolgod. Nem ezért születtél. És általában az első mellett elmegyünk süketen.
vagy elmegyünk vakon. És nagyon sokan a második mellett is elmennek. Csak nincs több. És ha nem éltek a két lehetőséggel, onnantól kezdve már nagyon nehéz. Na most mi a félelem? Az a haláltól való félelem. Minden esetben a félelem, akármilyen félelmek munkáljanak bennünk, mindegyiknek a gyökerében a halálfélelem van. De menjünk tovább, mert itt idáig a pszichológia is eljut egyébként, és hát a pszichológia démonológia, az nem metafizika. Mitől félünk voltak éppen? Nem a haláltól, hanem a végső felismeréstől. Attól félünk, hogy amikor le akarjuk győzni a halált, folyamatosan önmagunkkal kell szembenézni. És tudják, mitől félünk? Önmagunktól. Önmagunktól félünk. Na most ehhez hihetetlen nagy erő kell. És ezt két úton lehet, csak két úton lehet legyőzni. Az egyik a szeretet, a másik pedig, hát mutatja a magyar nyelv, hogy mi a félelem. Aki fél, folyamatos kísértéseket kap. Így van? Gondoljunk bele, még Jézus Krisztus is kap egy nagy végső kísértést ott az élete végén, a kereszthalál előtt. Na de mi a magyar nyelvben a kísértés? Kis értés. Egyébként a félelem mi? Nem vagyok teljes. A kis értés mi? Nincs teljes értésem. Mi a teljes értés? Bölcsesség. Ki képviseli? A fehér kígyó. Kinek a ruháját vették fel a pálosok? A fehér kígyó levedlet ruháját. Visszatérve a szamádi állapothoz, két lehetőség van a szamádinak a megvalósítására. Innentől kezdve nagyon furcsákat fogok mondani azoknak, akik még semmilyen módon nem találkoztak a megvalósítás fokán a metafizikai tradícióval. Tehát most nem elméleti vonalról beszélek, a megvalósításnak a vonaláról beszélek. Ezek titkos dolgok. Tehát ha hivatkozunk rá, soha nem úgy hivatkozunk rá, hogy rámutatunk valamire. Soha nem úgy hivatkozunk rá, hogy nevekhez kapcsoljuk. De annyit el lehet mondani, hogy vannak ilyenek. És egyre többen vannak ilyenek. És az is lehet, hogy itt is ülnek ilyenek. De ez nem tartozik rám. Egyébként bizonyos tekintetben lehet látni. Mármint azt, ha valaki ezen az úton jár. Az egyik lehetőség az, a szamádi állapot megvalósítása során, ugye azt említettük elmúlt alkalommal, hogy lehet gyönyörűen magyarul értelmezni ezt a szanszkrit kifejezést, hogy szamádi. Ez a számadó. Mit jelent ez? Aki ezt a beavatási utat járja, folyamatosan számot ad. Kinek? A teremtő akaratnak. És hogy történik ez a számadás? Úgy, hogy én azonosítom magam a teremtő akarattal, és ezt a teremtő akaratot képviselem egyre teljesebben a Földön. Megint mi kell ehhez? Tudás. Ez hogy van görögül? Gnosis. Ez micsoda? Ez a gnosztikus hagyomány. Tehát pontosan ezt örökíti tovább. És a hermetikus hagyomány is. Ne felejtsük el, a hermetikus a remetével azonos. De ezt mások is sokan elmondták. Az egyik lehetőség, hogy amikor eljön az utolsó pillanat, mert van egy ilyen utolsó pillanat, a fizikai testet itt kell hagyni. Amikor eljön az utolsó pillanat, teljesen éber tudattal átlép a számadó, a szamaddi, a szellemi világok hierarchiáján keresztül. De nem egy vagy két hierarchián keresztül, hanem egybe tartja az összes hierarchiát, és azonnal meg tudja célozni a legfelső szintet. Mi van a legfelső szinten? Az anyaatya. Kicsoda az anyaatya? A transzcendens teremtőnek ott van a lábánál. Akkor, ha valaki ide jut, akkor mit fogott meg? A teremtő lábát. Tetszenek érteni? Tehát azért ez szépen a magyar gondolkodásban, meg a magyar nyelvben, nyelvi fordulatként ott van. És innentől kezdve mindez úgy történik, mivel ő eljutott a fizikai test átlényegítéséhez, hogy az a bizonyos szellemi szál, biztos hallottak róla, sokan látják is, sokan tapasztalták is, akár álomban, akár révületben, akár bármilyen más tudatállapotban, az a bizonyos szál összekötteti a fizikai testet az eltávozott szellemi lelki lényeggel. És megmarad ez a kapcsolat. Ez mit jelent? Hogy a fizikai testet táplálja a szellemlélek, ugyanúgy, mint halál előtt. Egy nagy különbség van, az úgynevezett biológiai funkciók, csak hogy értsük, a biológiai funkciók, azok minimális szintre kerülnek vissza.
Ez mit jelent? Nem olyan gyors a légzés, hanem milyen? Egészen-egészen lassú. Mennyire lassú? Akár olyan lassú, hogy ne sérüljön a fizikai test. Tehát elmegy a legvégső határig, hogy ne tudjanak a fizikai sejtek sérülni, a biológiai sejtek sérülni. És minden úgynevezett biológiai funkció teljesen visszaszorult. Mit fogunk látni? Mintha ezek a testek aludnának. Csak mégsem az, mert az alváshoz képest még minden lassabb. Miért fontos egyébként a lassúság? Mert tudjuk, hogy például a légzésnek a tempója meghatározza az életidőt. Ugye tudják, hogy meghatározza az életidőt? Egy ember normális légzési tempóban utána lehet számolni. 25.920-szor vesz levegőt 24 óra alatt. 24 óra az egy teljes tengelyforgás, igaz? 25.920 az mi? Az egy teljes nagy precessziós keringés. Ha ehhez képest gyorsabban légzünk, akkor gyorsabb a működés. Minden működésünk gyorsabb. Ha lassabban lélegzünk, gondoljanak a jógának a tanítására, a légzés technikáról. Ha lassabban lélegzünk, akkor sokkal lassabban élünk, és több lesz az életidőnk. Nyilván van egy tólig, amit lehet tologatni, de lelassul. Na most gondoljuk ezeket a szendergő atyákat, akik ráadásul folyamatos kapcsolatban vannak a szellemi hierarchia teljességével. Ők azok, akik a barlangok rejtekein, mert van ilyen. Tényleg van ilyen. Tehát ez nem fantázia, nem valaki kitalált, hogy hülyítse az embereket. Vannak ilyenek. Ott ülnek, akár Buddha ülésben, akár fekvésben, és szenderegnek. Itt az a kérdés, hogy mire várnak. Egy jelre várnak. Milyen jelre várnak? Hát ha úgy tetszik, egy kürt jelre, vagy egy harsona jelre, vagy egy trombita jelre. Most nyugodtan eszünkbe juthat egyébként Szent Lászlónak a kürtje is. Nyugodtan. Mert ez a kürt metafizikai értelemben egy lényegű az angyaloknak a kürtjével. Egy jelre várnak, egy ébresztő jelre várnak. És akkor ők már nem szendergő atyák, hanem ébredő atyák. És miért vannak itt? Mert nekünk fognak segíteni. És mögöttük nem csak emberi lények vannak, ugye tudjuk? Nem csak emberi lények. Vagy hát bizonyos korlátozással nevezném őket emberi lényeknek, mert a mai embernek a méretéhez képest jóval nagyobbak. Ilyen például Nimród. Hát elmondja a Nimród hagyomány. Óriásról van szó. És bizony vannak óriások. Tehát ez megint nem a internet hamisítása, biztos vannak ilyenek. De vannak óriások, valóságos óriások vannak. És nem csak csontvázak kerülnek elő, szendergő óriások vannak bizonyos helyeken. És ezeket a néphagyomány a mai napig megemlíti. Sőt, rámutat helyekre, ahol tudja, hogy ott szendergő óriások vannak. És ők mire várnak? Ugyanarra, amire a pálos atyák. Az ébredésre. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogy itt a fizikai testben oldom meg ezt az állapotot. Tehát nem várom meg a halálnak az állapotát. Ez egyébként egy nagyon fontos irány, hogy megvárom a halált, mert onnantól kezdve a fizikai testet át tudom adni. Nagyon, ez a pálos misztériumnak az egyik alapja. Ahhoz, hogy át tudjam adni a testi lényegeimet, ugye tudjuk, hogy az emberi test nem csak húsvérből áll. Ezt nevezik fizikai testnek. E fölött van egy élettest. E fölött van egy asztráltest. E fölött van egy mentális test. Ezek szépen a halál pillanatában nem egyszerre elbomlanak. Mindegyik a saját világában bomlik el. A fizikai test a halál pillanatában elkezd bomlani. A halál pillanatában hol? Itt a fizikai világban, a fizikai kozmoszban. Az élettest mikor kezd el bomlani? 3 nap múlva. Hol? Hát itt a 3-as számnak a misztériuma. A 3 a feltámadásnak a száma. Az élettest 3 nap múlva elkezd lebomlani. Hol? Az éterikus univerzumban. Az hol van? Közvetlenül a Föld felett úgy, hogy viszont az ehhez tartozó lények, fogjuk látni, az ehhez tartozó lényeknek a középpontja,
Ezt úgy mondják ma, hogy az én tudata, mert minden lénynek a középpontja az én tudata. Miért? Mert ott tudja önmagát bemérni a létezésben. Tehát ez lesz a centruma. Az én tudata minden éterikus létezőnek, ami csak éterikusan létezik, az a Föld középpontjában van. Már bomlik ki, hogy miért járnak a pálosok a Föld alá. Már bomlik ki. Majd jön az asztráltestnek a bomlása, most nem fog végmenni, majd jön a mentáltestnek a bomlása. Mindegyik a saját univerzumában bomlik föl. Minden esetben fölbomlik? Nem. Közönséges tudat esetén. Miért? Mert közönséges tudathoz közönséges tudathordozó tartozik. Mi az a tudathordozó? Ezeket soroltam föl. Ez mind tudathordozó. Miért kaptuk ezeket a tudathordozókat? Hogy a tudat önmagát kivetítéssel be tudja azonosítani. Ez, hogy én kivetítéssel be tudom magam azonosítani, ez melyik mozdulat? Ez azonos a teremtőnek a mozdulatával. Azt mondja a gnosztikus hagyomány, Isten azért teremtette a világot, hogy megértse önmagát. Hogy megismerje önmagát. Ez a gnózis, a tudás. Hogy tudta magát megismerni? Erre azt válaszolja a gnosztikus hagyomány, megnézte magát kívülről. Hogy tudja magát megnézni kívülről? Úgy, hogy elkezdi mindazt, ami bent volt, kirakni. Közönségesen fogalmazva. Ez a teremtés lényege. Önmagam kisebbítésével, ez az áldozathozata. Létrehozom az egész látható világmindenséget. És amikor látom a világmindenséget, és abban fölismerem azt, hogy ez én vagyok, a bensőm került ki, akkor már is megértettem önmagamat. És látta, hogy jó. Ez a mozdulat. És ezt a mozdulatot ismétli folyamatosan minden beavatás. Na most van a, kanyarodjunk vissza a lényeghez, illetve ez is nagyon fontos mozdulat volt, kanyarodjunk vissza a lényeghez. A szamádinak van egy másik formája, amikor élő emberként valósítom meg a szamádit. Na most még szörnyűbb dolgot fogok mondani, mint az előző alkalommal mondtam. Tehát aki itt tudományosan pallérozott, és azon túl nem, valószínűleg most föl fog állni, és elhagyja a termet. Lelke rajta. De van ilyen. Az a helyzet, hogy én is ismerek személyesen ilyet. Megmondom őszintén. Tehát személyesen találkoztam ezzel a példával, nevet nem mondhatok. De van. Létezik. És ők egyébként, amikor bizonyos helyzet van, föl is fedik önmagukat. Olyan emberekről van szó, de tényleg szóljanak, ha önök is találkoztak ilyennel. Már csak megerősítés sokán, hogy azok, akik nem hiszik el, azok valami bizonyosságot kapjanak, ne csak én mondjam ezt, hogy ez ilyen létezik. Bizonyos emberek egész egyszerűen ki tudják tolni az életidejüket. De nem 100 évre, nem 200 évre, 1500 évre. Na most ez csak első hallásra lehetetlen. Ugye tudjuk azt, hogy minden sejtünk 7 évenként kicserélődik? Akkor az első kérdésem, miért kell, hogy betegek legyünk? Ha minden sejtünk kicserélődik, az utolsó, tehát a nagylábújnak, a körmének, a szélének a sejtje, az is kicserélődik 7 évente, akkor miért kell, hogy betegek legyünk? Miért nem újulunk meg csodálatos módon 7 évenként? Azért, mert ez a tudathordozó, amiről beszélek. És ha a tudathordozóhoz tartozó tudat rossz, rosszul van beállítva, rossz a gondolkodása, akkor a tudathordozó is beteg lesz. Beteg tudathoz, beteg tudathordozó tartozik. Hol kell tehát kezdeni az alkímiai műveletsort? Mert ez egy alkímiai műveletsor. A tudatnál kell kezdeni. És a tudatot hogy lehet helyreállítani? Erről beszéltünk már. Ez az a holló. Ugye egy holló maradt, Odin két hollójához képest, emlékeznek rá? Mert nem akarok már ismételni. Az egyik az ismétlés volt. Az egyik holló az ismétlés volt. De az ismétlés már valamiért nem aktuális. Tébai Szent Pálnál, most vetítsük be akkor a képet, ő Boldog Özséb, de szerintem mindenki tudja, azért nem is ejtettem róla különösen szót, mert szerintem mindenki ismeri ezt a képet. Ez az egyik legnépszerűbb ábrázolása, úgyhogy erről nem is beszélnék. Itt van ez a bizonyos Anjou legendárium. Itt együtt látjuk Tébai Szent Pált és Tébai Szent Antalt. De már csak egy holló van. És ez az egy holló hozza
Egyik interpretációban az égi kenyeret, másik interpretációban, ne felejtsük el, ez ugyanaz alkímiai szempontból, csak más a megközelítés iránya. A napszellemet. Mert itt a napszellemről van szó. Hogy ne legyen ilyen misztikus a napszellemnek a fogalma, azonnal helyettesítsük ki az evangéliumi szóhasználatot, és így mindenki fogja érteni. Szentlélek. A Szentlélek kitöltése hol kezdődik az emberi templomban? Mindenki tudja, apostolok ott vannak, bezárkoznak pünköskor. Miért? Erről beszéltem. Mert félnek. Tetszenek látni? Még ők is félnek. És mi történik? Lángnyelvek jelennek meg, de hol? Itt. Ez mi? A koponya tetőn a napszellem megjelenik. Milyen formában? Tüzes akaratként. Hát lángnyelvről beszélünk, ez tüzes akarat. Hogy lesz belőle fény? Ha én beengedem. Hova? Ide a kis kapuba. Ez egy nagy kapu egyébként, csak amennyire bezárva tartjuk, azért mondtam, hogy kis kapu. És innentől kezdve történik majd a csoda, fogjuk látni, de nem szaladok előre. Szóval vannak olyan emberek közöttünk, akik 1500 évet élnek. Tudják ez miért hasznos? Mert 1500 év alatt föl lehet halmozni hatalmas tudást. És sokkal gyorsabban lehet előrelépni az emberiség érdekében, ők ezt az emberiség érdekében teszik, mintha csak 75 évet élnék. Ráadásul ezek a szannyászinok, modern szannyászinok, mert köztünk vannak, ezek a szamádi állapotot megvalósító modern remeték, amikor meghalnak, mivel éber tudattal lépnek át a halálküszöbön, ezért teljes tudattal jönnek vissza. Ez mit jelent? Ott sincs szakadás. Na most, akinek nincs szakadás a halálban, mert általában a közönséges tudatú ember tudatszakadást él meg a halálban. Ez a halál egyébként. Ha nem lenne tudatszakadás, nem lenne haláltudat. Ha nem lenne haláltudat, nem lenne haláltudat hordozó. És ha nem lenne haláltudat hordozó, tudathordozó, akkor nem lenne betegség. De hát akkor az orvosokat kifizetné meg. Na most ez az egyik oka, ez csak egy sokadik oka, hogy fönn kell tartani a félelmet. Nem ez a fő oka. Ameddig fönntartom a félelmet egy társadalomba, mert ez a társadalom félelemre épül. Nem most kezdődött. Ez nem most kezdődött. Ez nagyon-nagyon régóta kezdődik. Ezért van az, hogy olyan tökéletes társadalmi technológiákat dolgoztak ki ezer és ezer éven keresztül. Arra, hogy hogyan vezessék az emberiséget az orránál fogva. Mert csak azt lehet az orránál fogva vezetni, aki fél. Aki már nem fél, azt nem lehet. Na, de ez közhely, amit mondtam. Ők tehát emlékeznek, és folyamatosan emlékeznek az összes életükre. Az összes életükre. Mert aki ezen a gnosztikus vagy hermetikus úton indult el, a legjellemzőbb, amit tapasztalni fog, hogy kinyílik az emlékezetnek a könyve. Na most vagyunk itt az Anjou legendáriumnál, látják? Mert ez az emlékezet könyve. Szebben úgy hívják, hogy sorskönyv. Most lehet azt mondani, de hát ez imádságos könyv. Ezt is pontosítottuk. Azért, ha én közel megyek és megnézem, hogy ebben mi van írva, döbbenten látom, hogy ebben nincs szöveg. Semmilyen betűírás nincs benne, tetszenek látni? Megbeszéltük, ezek kottafejek. Ez egy kottás könyv. Az mit jelent? Ezt is megbeszéltük. Énekelnek. Na most az ének jelzi, hogy mi a lényeg. Hogy itt mi a lényeg. Itt az énnek az átformálása, átalakítása történik. Ezt le lehet a képről nagyon szépen olvasni. Ennek kulcsa a holló. Vagyis a napszellem. Napszellem nélkül, az isteni akaratra való ráhangolódás nélkül nem lehet az ént átalakítani. És miért az énnel kell kezdeni? Miért vált az én olyan kritikussá a Krisztus utáni időkre? Mert innentől van az embernek kiterjedt éntudata. Jézus előtt nincs kiterjedt éntudata. Tessenek megnézni a szellemi tanításokat. Minél visszább megyek, annál inkább közösségi éntudat van az emberben. És amikor az is eltűnik, akkor egyáltalán nincs már éntudat. Az éntudat szépen, fokozatosan száll le az ember lényébe. Ezt kapja meg utoljára.
először kapta meg a fizikai testét, mint tudathordozót. Ez volt a Földnek az első megnyilvánulása. Ezt régi Szaturnusznak hívják a szellemi tanításokban. Ez a Védákban van, tehát most nagy valaki azt gondolja, hogy előrángattam mondjuk Rudolf Steinert. Rudolf Steiner mit gondolnak, honnan veszi? Nagyon jól olvasott volt. Lehet, hogy olvasott a sorskönyvébe, ugye ez keleten Akashakron, lehet, hogy olvasott, de ha nem, akkor is hozzá lehet férni a keleti hagyományban. És ha ezeket valaki módszeresen végigolvassa, meg végigolvassa mellé a Nag Hammadi kódexet, meg végigolvassa mellé a hermetikus hagyományt, Ámon följegyzésein, Hermész Trismegisztus följegyzésein keresztül, azért lesz róla egy elég jó képe. Olyan képe mindenképpen lesz, mint Rudolf Steinernek. Tehát olyan túl nagyokat ő már nem tudott tévedni. Egyébként nem is nagyon tévedett, tegyük hozzá, de ezt csak zárójelben mondom. Szóval az ént itt kapjuk meg a Földön. Tudják kitől? A forma szellemektől. Miért néz ki így a testünk, ahogy kinéz? Azért, mert én tudathordozó. Az állatok nem én tudathordozók. Van kezdetleges énjük, de kifejlett énjük nincsen. Ha kifejlett énje van egy embernek, külön tagolttá válik a feje. Ugyanis az én tudat a fejben fejeződik ki. Nem az a fészke, értsék jól, hanem a testi kifejeződése az én tudat működésének, az, hogy tagolt feje lesz, a törzsétől viszonylag különálló tagolt feje, amit egész szabadon tud mozgatni. Egyébként, ha valaki kipróbálja, túl nagy erőfeszítés nélkül, érdekes módon olyan 23,5 fokra tudom meghajlítani a fejemet. Mert ez is egy teke. Meg az is egy teke. Ugye értik? Mert a Föld teke, meg ez a teke összefüggnek. Nagyon fontos. Ugyanis itt a Földön kapom meg az én tudatot. Tehát pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Először megkapta a fizikai testet, ez volt a régi Szaturnusz, utána megkapta az élettestet, ez volt az első nap, vagy régi nap, utána megkapta az asztráltestet, ez volt a régi hold. Mondom, ahogy Mani mondja. Vannak a bölcsesség szellemei, ugye ő küldöttekről beszél. Elmondja, hogy van az első ember, akit elküld az atya, van a második küldött, a fény, az áldott fény, van a harmadik küldött, a mozgás szellemei, és van a negyedik küldött itt a Földön, aki két nemű androgün állapotban mutatkozik meg a démonoknak, biztos ismerik a manihaista szövegeket, és arra kényszerít, hogy mozgásba hozva ezt az egész rendszert, a Földre megszülessen a növényvilág, az állatvilág és az embervilág. A növénynek csak életteste van, és fizikai teste, az ásványnak csak fizikai teste. Próbálom nagyon rövidre fogni, meg két előadásba a pálos misztériumot beleszorítani. Hát, majdnem lehetetlen. De megpróbálom, tehát megpróbálom. Az állatoknak csak asztralitása van, de nincs a testükön belül én tudatuk. Az ember kapja meg a negyedik megnyilvánulásba, ez a Föld. Tehát ugye leszámoltam, régi Szaturnusz, régi nap, régi hold és Föld. Itt kapjuk meg. És amikor ez kiteljesedik, ez maga a Jézus Krisztus által bemutatott principium. Ez az én. Megkapja az ember az ént. Tudják, hogy az én mivel fejeződik ki az emberben? Ha én a fizikai testben keresem azt, hogy akik én hordozóval rendelkeznek, ez a gondolkodási képesség, akik én hordozóval rendelkeznek, az hogyan nyilvánul meg fizikai szinten? Ez a melegvérűség. Csak olyan lényeknek van melegvére, akikben valamilyen szinten már ott van az én tudat. Gondoljanak utána. Viszont Mani mit mond az a vérről és az erek városáról? Ez a legsűrűbb elem itt, ez a földelem. De ő hogyan nevezi? Ez, ami itt lent földelem, az odafönt a fénynek az ereje. Erről beszélek. Mi szabadul itt föl, amikor fölfénylik a test? A teljesen átalakított én tudat. És azt mivel kell elkezdeni? A gondolkodási képesség átalakításával. Mert az emlékezés könyve már nyitva van. A sors könyve már nyitva van. Ez a vízöntő paradoxonnak a lényege. Erről is beszéltünk az elmúlt alkalommal. Nem akarom hosszúra nyújtani az ismétlést, mert akkor sehova nem fogunk eljutni. Ez a lényege.
Mi a vízöntő hullámzás? Az magának a Szentléleknek a hullámzása. És ha fölülről nézem ezt a vízöntő paradoxon nyitott könyvet, mit látok? Egy napot. Egy napjelképet látok, középen azzal a bizonyos időszakadékkal, amiben egyébként a teljes idő tételeződik. És ez a bizonyos, hogy is mondjam, létkapu, ez bevezet az atyához. És ott mi van? Hát ott van az ő akarati tüze. Ez az a Szentlélek, ami ide megérkezik. Na hát erről beszéltünk, és egy valamit még lehet látni. Ez egy hatalmas fordulat Jézusot, mert ez mit jelent? Ha az ember megkapta az én tudatot, és ismerjük hozzá a történetet, a szabad akaratot, innentől kezdve mi a helyzet? Ez a kegyelem korának lényege. Mert eddig törvénykora van. Nézzék meg, mindenhol be van csukva a könyv, vagy törvénytáblákat látunk. Hát a legrosszabb példára gondoljunk, Ószövetség Mózes törvénytáblái. Táblákat látunk. Nem nyitott könyvet látunk. Miért fontos? Mert a nyitott könyvbe lehet írni. Ki tud írni? Aki ezt a tudatfokozatot meg tudta valósítani. Melyiket? Az én tudat legmagasabb fokát. Na most emlékszünk rá? Én tudat vér. Igyátok, ez az én vérem. Mit jelent? Innentől kezdve mindenkinek saját én tudata van, és nem a vérségi kötelék tartja össze. Volt olyan, hogy a vérségi kötelék tartotta össze? Hogyne? Utoljára mikor? A polisz közösség. Akár hiszik, akár nem, a polisz közösség nem individuális tudatközösség volt. Nem szabad emberek külsőleg létrehozott szövetsége volt, hanem közös tudatállapot volt. Pontosan olyan, mint a kutya falkái, vagy a farkas falkái. Nyilván tudják, hogy a farkas, hát hogyne, vannak itt állatorvosok, hogy a farkasnak a tudata az kollektív tudat. Az állatoknak általában kollektív tudatuk van. Ezért nem olyan megrázó a halál egyébként. Ő csak visszahúzódik a kollektív tudatba, az egyéni testből. És nincs tudatszakadás. Az csak az embernél van. De az is csak azóta, amióta individuális énje van. Tehát tulajdonképpen az individuális énnel teljesedett ki a halál megélésének a lehetősége. Mert amíg nincs individuális tudatom, nincs halálom. És akkor lép be Jézus, és azt mondja, nincs halál. Mi a megoldás? Újra el kell indulni visszafelé, mert ennél mélyebbre már nem lehet kerülni. És ez a kegyelem kora, hogy lehet írni a könyvet. Innentől kezdve mondja Mani, ne felejtsük el Ádám és Éva paradicsom jelenet. Maninál. Megjelenik a fehér kígyó. Kicsoda? A bölcsesség. Van egy női oldala, ez a bölcsesség anyja. És van egy Szófiának hívják görögül. És van egy férfi oldala, ez maga Jézus. Jézus a fehér kígyó. És mit mond az embernek a paradicsomba? Szakíts már légy szíves egy almát a jó és a rossz tudás fájáról. Miért? Mert innentől kezdve rád van bízva a benned és a külvilágban lévő fénynek a felszabadítása, és ezt csak úgy tudod megvalósítani, ha meg tudod különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, akkor ezt a feladatot nem tudod végrehajtani. Pontosan ellentétes történet, mint amit az Ószövetségben olvasunk. Ószövetséget mondtam, nem új szövetséget. Pontosan az ellentéte. Maga Jézus jelenik meg. És ez maga a szabad akarattal rendelkező én tudat. És innentől kezdve rajtunk múlik minden. Ez mit jelent másképp? Lehet írni a könyvbe. Na de hogy? Ének kell. Miért? Mert a szabad akaratú énnel lehet írni. De mi a feltétele? Meg kell érkezzen a napszellem. Ki hozza? Holló. Na most, ha elindulunk egy történeti vonalon visszafelé, akkor láttuk azt, hogy hát nem Boldog Özséb az első, és nem is Thébai Szent Antal és Thébai Szent Pál az első. Ki az első? De ők már azért nagyon jók, mert helyszínt mutatnak nekünk. Ez a misztérium, amikor utoljára meg lehet ragadni, mégpedig meglehetősen kibontott formában, a kultúrtörténet számára és a vallástörténet számára is, ez Egyiptom. Nagyon jól utat mutatnak. Hol vagyunk? Théba környékén. Igen ám, de ha most visszamegyünk az időben, a misztikus vonalon, Thébánál volt egy régi város. Ezt úgy hívták, ezt a régi várost, hogy Mendesz. És ennek a Mendesznek volt egy istene.
Ezt az Istent úgy írják le az egyiptológiában is, hogy a legősibb egyiptomi Istenről van szó. Ezt a legősibb egyiptomi Istent mi úgy ismerjük, hogy Amon. De nem ez az eredeti neve. Nem ez az eredeti neve. Azért jó az Amon elnevezés, mert Amonról kifejtik, hogy ő milyen Isten. Ő egy kusisten egyébként, vagyis egy kosisten. Tehát Amon kosáként emlegetik, és a kos az nagyon fontos szimbólum, mert nem csak a földön értelmezhető, értelmezhető népnévként nagyon fontos, és akkor a kusitákról beszélünk. Na de tudni kell, hogy a kusiták honnan indulnak? Kustól. Ki ez a Kus vagy Küs? Targitaosznak az egyik fia, aki elmegy keletre. Diodorosz Szikulusznál úgy van említve, hogy Naposz. Ő az. Másik neve, mivel föl tudja az apjának az íját ajzani, egyedül a testvérek közül, ezért őt úgy hívják majd, hogy nyilazó. Mondom görögül, szkűtész. Ez a szkíták kiinduló pontja. És a másik vonalon Diodorosz Szikulusz szerint nyugatra kik mennek Targitaosz fiai közül? A paloszok. Ők kicsodák. Fogjuk látni, vagy láttuk már, nem akarok ismerni, ők az agatürszök, vagy röviden az agaták. Agatürszök, agaták, géták, kittimek, hattik, etruszkok, kelták. Most elmondtam a teljes láncolatot. Ez egy fehér hun láncolat, amit onnan lehet megismerni, hogy nyugatra mennek. Mondom egy másik nevüket, szikámberek. Így már mindenki ismeri. A szikámber az ugyanaz, csak ez egy beavatási név. Tudni kell, hogy a szik-szék az napot jelent. Naphordozó emberek, mondom másképpen, félig magyarul, de ez teljesen magyarul van, mert a régiségben szék-szik az a nap. Hát mitől szikes a puszta? Kiszárítja a nap, és fehér lesz, ugye? Olyan, mint a napnak az arca. Ha én azt mondom, hogy szék, az megint a nap. Miért? Mert minden uralkodó, aki széket foglal, és minden főméltóság a napot képviseli. A napszellemnek a hordozója. A napszellemnek a hordozója. Tébai Szent Pál és Tébai Szent Antal. És az apostolok. Ez egy egyenes folyam. Honnan indul? Hát ez volt az érdekes. Most kérném szépen az egyiptomi képet. Nem? A legelsőt, öt. Honnan indul a történet? Föl lehet tenni a kérdést, hogy mit tudunk mondani erről a bizonyos Targitaoszról. Mit mond róla Herodotosz? Még mindig ismétlésben vagyunk. Azt mondja, hogy a szkítáknak a legelső fejedelme volt. Vagy királya. Lehet királyként is említeni, lehet fejedelemként is említeni. Targitaosz, Hargitaosz, Horgitaosz, Géta ős. Ott van a nevében. Tehát ezek azok a géták, akik nyugatra mentek. Az Agatürsz géták. Vagy mondom másképpen, késői águk, az avarok. Vagy mondom egy korábbi águkat, a jászok. Vagy mondom egy másik águkat, szarmaták. Vagy mondom egy másik águkat, alánok. Ez mind ugyanaz a fehér hunák. És ennek a legnyugatabbra került képviselője a kelták és a turuszkák, vagyis az etruszkok. Ők is hunok, ők is fehér hunok. És ugyanazt a műveltséget képviselik. Ezt egyébként történetileg nagyon szépen el lehet vezetni. És most már hivatalos fórumon is lehet ilyen hangokat hallani. Tehát eljut már, éppen véletlenül tegnap este a Magyar Televízió 5-ös csatornáján a Magyarok Eredetében, az egyik kutató erről a vonulatról beszélt. Ezek európid emberek, fehér hunok, akik onnan, keletről eljönnek, és egészen Nyugat-Európáig eljutnak. Ő nem mondta már Britániát, a Rajna vonalát emlegette. De hát ők eljutnak Britániába is. A baráthomba. Ugye, ahogy Barát Tibor magyarosítja Britániának a nevét. Ez is egy nagyon izgalmas történet, de most nem szeretnék ebbe belemenni, mert nem azért vagyunk itt. Szóval ki ez a Targitaosz? Azt mondja a hagyomány, hogy a legelső szkíta király, vagy fejedelem. Van egy kedves nászpárja, felesége, akiről tudni kell, hogy félig madár, félig fehér kígyó. Ez az ősmesékben is benne van, és a szkíta emlékezetben is benne van, és Herodotosz is tud róla. Kicsodáról van szó. Az ősmese hagyomány égi Danájáról. A görög mitológiába is átkerül, őt hívják Éhinnának. És akkor innen lehet tudni, hogy ki Targitaosz. Mert ott a herodotoszi változatban is égi Danának a párja Heraklész. Na csak az a baj, hogy a görög hagyományban három Heraklész van. A legelső,
nem a legutolsó időben, az a thébai Heraklész. Ő egy nagy hős. Van előtte egy krétai Heraklész, aki Daktilosz. Daktilosz azt jelenti, hogy új. Ők ugyanis az újjukon támaszkodva segítettek Rea istennőnek megszülni az olimposzi isteneknek a sorozatát, akik már nem titánok. Így született Poszeidon, így született Zeus. Csöndbe jegyzem meg, Poszeidon nagyon gyakran ló formájában jelenik meg, mégpedig fehér ló formájában. Ezért Poszeidonnak kezdettől fogva a görögök előtti pelaszgok fehér ló áldozatot mutattak be a magaslatokon. Mit jelent ez? Hogy Poszeidon eredetileg nem tengeristen, hanem pontosan lehet érzékeny, napisten. Hogy lett belőle tengeristen? Úgy, hogy a görögök már semmit nem értettek. Össze-vissza kevertek mindent. A jellemzékeket, a történeteket miért? Mert nem volt mitikus látásuk már. Nem volt metafizikai látásuk már. Ez egy nagy válságos idő. Most emlegettük. A polisz közösségnek a közös tudatából kezd kilépni az egyéni tudat. Ez egy hatalmas zavar. Hamvas Béla ezt a 6. századra teszi Krisztus előtt, és azt mondja, nem volt még a Földön az emberiség történetében ekkora válság, mint ez a Krisztus előtti 6. század. Egy vasfüggöny ereszkedik le, hogy színházi példázattal éljek. És senki nem lát már be innen a vasfüggöny mögé. Senki. Hát ez az én tudatnak a megjelenése. Pontosan ez. Egy valami még látszik abból a thébai Szentpál tébe, nem kell visszavetíteni, csak most jutott eszembe, Szent Antal képletből, hogy ez az út innentől kezdve egyedül nem járható. Ezért vannak ketten. És jelesül ketten vannak. Itt most lehetne azonnal mondani, hogy ez a Hunor magyar példázat. Mert egyébként ez a Hunor magyar példázat. Miért nem lehet egyedül járni? Mert az az idő lezáródott. Mert mi most a feladat? Elértük a mélypontot. Innentől kezdve hova lehet menni? Bármilyen furcsán hangozzék, visszafele, de úgy, hogy előre. Nem hátra. Soha nem hátra megyünk, mert megette a fene. Hátra azért kell nézni, hogy tapasztalatot és tudást szerezzünk arról, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetni. De most előre kell menni. És mit jelent előre menni? Kezdődik a játék, ami eddig lefele történt. Mi történt lefele? Leküldték az első embert. Itt maradt az első embernek a páncélzata. A ruhája, ha úgy tetszik. A palástja. Miről beszélek egyébként? Hát ha valaki jártas a gnosztikus hagyományban, azonnal mondja, Tamás akta, gyöngykánon. Nem. Ketten vannak. Az egyik ott marad az atyánál, a másikat pedig leküldik hova? Egyiptomba. Mert mi van ott? Egy sárkány él a labirintusba. És nála van az igaz gyöngy. Nem tudom, érzékeljük, hogy pálos hagyomány. Ha nem, mindjárt be fogom idézni a nagyváradi legendáját a pálosoknak. Mert pontosan erről van szó. Itt van az igaz gyöngy. Mi az igaz gyöngy? Az az égből aláhullott bölcsek köve. Mert az az igaz gyöngy. Lehet Lucifer koronájáról leesett smaradkőnek tekinteni, teljesen mindegy, hogyan fogalmazzuk meg. Lehet grálnak tekinteni. Ezer és ezer néven és formában meg lehet közelíteni. Mindig ugyanarról beszélek. A bölcsesség eszenciális principiumának a hordozójáról. És ez hova kerül? Bekerül a földbe. Bekerül a föld méhébe. És ott marad egészen addig, mondja a nagyváradi pálos legendárium, amíg az ég és a föld helyet nem cserél egymással. Na most fönt van a nap, és lent van a föld. Fogjuk látni, ez mit jelent. Ez nem olyan csere, hogy most akkor a föld kerül föl, és a nap le, mert akkor semmi nem változott. Ugye? Csak a helyzet, és amihez mérem. Ez menyegző, alkímiai menyegző. Ez a föld és a nap egyesülése. A föld és a nap szűzi menyegzője. Itt erről van szó. Na most, hogy egy kicsit a pálosokról is beszéljünk. Nem mintha ez nem pálos misztérium lett volna, csak egy kicsit nagyobb kultúrtörténeti horizonton közelítek rá, azért, hogy lássák, hogy nem innen indul a Kárpát-medencéből ez a történet. Illetve pontosítok, innen is indul. Meg keletről is indul. Meg pontosítok, északról is indul. Hyperborea. Meg délről is indul.
meg nyugatról is indul. Hát ha valaki ismeri a puránikus hagyományt, tudja, hogy ezek a bizonyos hun népek eljutnak Amerika földjére. Mikor? A legelső özönvíz előtt. Mit ír a puránikus hagyomány? Mikor volt a legelső özönvíz? 150 ezer évvel ezelőtt. Köszönjük szépen, léteznek. Léteznek hunok. És eljutnak Amerikába. Patala. Így hívja a szanszkrit hagyomány Amerikát. Eljutnak Patalába. És visszajutnak. Egyébként ezt a Zajti Ferenc idézi a magyar évezredeknek a függelékébe, tehát ott el tudják olvasni. Nem arról van szó, hogy én találtam ki. Beidézi a puránikus szöveget. És visszafele jöttükben létrehozzák Egyiptom birodalmát. Amerikából visszafele. És visszafele jöttükben létrehozzák Szumériát. Mezopotámiát. És visszamennek. Hova? A Ganges fennsíkjára. De ők élnek a Kárpát-medencébe is. És ekkor még közvetlen kapcsolat van a kettő között. Ez forrás, puránikus forrás. Ezt Indiába egyetemen tanítják. Tehát ilyen ősi ez a történet. Na most vissza a Thargitához, az Thargitához nem más, ezt a összehasonlító mitológia kutatás is most már beazonosítja, mint Hor Arpakis. Hor Arpakisról tudni kell, hogy Hor Arpakis a fiatal Hórusz. Plutarchosz azt írja, hogy egy kicsit összezavarja a képletet, erről is volt szó. Plutarchosz nem tiszta forrás. Nagyon jó magyarul olvasható forrás, és ha ókortörténetben el akarunk mélyedni, Plutarchoszra támaszkodni kell. De ebben a tekintetben, amit az Osiris-Iszisz misztériumról szól, több mint zavaros. Ő két Hóruszt említ, az egyik Hórusz még Osiris életében nemzi, Ízisszel. Ő az, aki a nádasban születik. A másik Hórusz pedig a feltámadott Osirisztől lesz, ő a Hórusz Arpakis, aki a jellegzetes ábrázolás szerint egyébként mindig így tartja a kezét. Most ez mit jelent? Hogy van itt egy nagy titok. Van itt egy nagy titok. És akik nagyon komolyan foglalkoztak a Hórusz történettel, meg az Osiris történettel, van néhány ilyen kutató, például a Kurt Sethe nevű német kutató, vagy a... Van puskám, mert most készültem. A Gwain, hogy is hívják? Nem keresem meg, majd előadás végén megmondom a nevet. Griffith. Gwain Griffith. Ők írják le, hogy ha visszamegyünk a legelső változathoz, kiderül, most nagyon fontos dolog, hogy Osiris és Ízisz története teljesen független az összes többi történettől. Mondom másképp, Hórusz egy külön isten volt, akit befogadott az Osiris-Ízisz mitológiai történet. Mondom másképp, Hórusz nem tartozik Osirishez és Ízishez. Mert Osiris az az első embernek a mitosza. Hát lapozzuk fel újra Maninak az első emberről szóló tanítását, fogjuk látni, tételesen ugyanaz, mint a Tamás aktában olvasottak, és tételesen ugyanaz az Osiris mitosz is. Ő a leszálló napistennek és a visszaszálló napistennek a példázata. De akkor ki az, akit beazonosítanok nekünk itt a mitológiai történetbe? Hát Hórusznak van egy apja, idősebb Hórusz. És ő kicsoda? Tudni kell, hogy ő Apollon. És Apollon kicsoda? Szkíta isten. Mert nem görög. Ezt maguk a görögök elmondják. Apollon szkíta isten. Van egy jellegzetes jelképe, egy erőállata. A fehér farkas. Ahol az Apollonhoz kapcsolódó népek megjelennek, ott mindenhol a fehér farkas látjuk. És Osirisnek az eredeti történetében, ahogy ezt a bolgár őskönyvek följegyezték, megint ajánlom figyelmükbe a bolgár őskönyveket, Ceglidi Katalin fordításában oroszból, Aisher, ahogy a bolgár őskönyvben Osiris szerepel, történetében megjelenik, hogy Osiriszt, amikor kimentik a folyóból, egy üstből, utána egy anyafarkas táplálja. Egy fehér anyafarkas. És ezt az anyafarkast ott is az Apollonnak megfelelő istenséghez kapcsolja a bolgár őskönyv. Ez melyik történet? Ráismerünk? Romulus és Rémus többek között. De ez nem itt találta meg az eredetét, csak oda átvitték a turuszkák, vagyis az etruszkok. És aztán ebből lett később egy római történet. Ez annyiban római történet, mint amennyiben egyébként olyan, hogy római, mármint etnikum, nem létezik. Mert ilyen nem létezik. Ez nem etnikai kérdés.
A római birodalom nem etnikai birodalom. Egyébként Izrael sem. Csak csendben jegyzem meg. Tehát nem etnikai kérdés a zsidó kérdés. Azért csinálnak belőle folyton, kivágják. Azért csinálnak folyton etnikai kérdést belőle, mert így lehet átvezetni büntető törvénybe. Nem tudom, érthető-e? Mert ezt meg lehet ragadni, ezt lehet büntetni. Ha én azt mondom, hogy egy vallásról mondok diszkriminatív fogalmakat, azt nem nagyon lehet büntetni. Pedig itt egy vallás alakulatról van szó, és egy torz tudatállapotról van szó. Ennyi. És ugyanez az eset az indoeurópai népek keletkezésénél is. Tehát itt egy folyamatos tudatlezárodásról és tudattorzulásról van szó. Ezért kiesnek az egyetemes nyelvből. Mi ez? Babiloni nyelvzavar. És elkezdenek szegmentált nyelveket használni. És minél távolabb kerülnek térben is és időben is egymáshoz, annál kevésbé értik egymást. Jó. A pálosok nem csak fehér csuhát hordtak. Azért álltam meg egy picit, végig gondolom, hogy az időt hogy tudom a legjobban kigazdálkodni. Megpróbálom. Három fokozatú beavatás volt a pálosoknál. Ezt szerintem mindenki tudja, aki itt ül, de fussunk rajta keresztül. Az elsőhöz fekete csuha társult. Ez a harcos beavatás. A másodikhoz szürke csuha társult. A harmadikhoz társult a fehér. Na most föl lehet tenni a kérdést, hogy az első beavatás, a fekete csuhához társított beavatás, a harcos beavatás, mivel nézette szembe a beavatandó szemét. Hát azonnal lehet tudni. Ha én alkímia nyelvén fogalmazok, akkor a fekete az a nigrédó, vagyis a haláltudat. Ez a halállal való bátor szembenézés lehetőségét teremtette meg. Tehát egy olyan tudathordozót öltünk magunkra, amelyben a halál legyőzhetőségének lehetősége jelen van. És a harcos beavatás lényege, hogy a halál legyőzhetőségének lehetőségét elkezdem gyakorolni. Vagyis a külvilág számára megnyilvánítom, hogy én nem csak gondoltam azt, hogy legyőzhető a halál, hanem ténylegesen van hozzá akaratom, vagyis bátorságom, hogy legyőzzem. Ez az első beavatási fok. Itt már megszokott állni a mai ember. Tehát ma már ugye nem divat például a hazát megvédeni katonai erővel. Tehát ma már kezdődött ez azzal, hogy először lett polgári szolgálat, azt már nincs sorkötelesség. Emögött ez a szellemiség van, hogy nincs már olyan fiatalság, aki elég bátor és elég harcezret, és elég készséges arra, hogy a saját hazáját megvédje. Most az más kérdés, hogy ennek a hazának régóta csak hazáruló vezetői vannak, a mai napig bezárulak. Egytől egyik, politikai irányzattól függetlenül, mint hazárulok. Ez egy másik kérdés. A következő fokozat a szürke, és a következő fokozat a fehér. Azért mondom egybe, mert elhangzott a kérdés olyan szellemi körben, ahol tudnak pontos kérdést föltenni, és erre a kérdésre pontos választ is kapunk. Innentől kezdve nagyon gyakran fogok ilyen hivatkozást használni. Most megint, ha valakinek ez nem elfogadható, bocsánatot kérek, ez van. Aki nem hiszi, járjon utána. Tehát van a világ megismerésének egy oknyomozó módszertana, ez a tudomány, és van a világ megismerésének egy szellemi módszertana. Csak figyelmeztetésként mondom, a szellemi módszertan egyre nagyobb teret fog szorítani magának, és ezzel párhuzamosan az oknyomozó módszertan háttérbe fog kerülni. Sőt, bizonyos tekintetben le fog járatódni. Mert le is kell, hogy járatódjon. Mert nem az igazat mondta, csak a valót. Ismerik ezt a költői fordulatot. Na most ez a tudomány. Ha föltesszük a kérdést, mert lehet a pálos atyákkal beszélgetni. Lehet. Csak azt néztem, hogy mennyire fogadják el, amit mondok. Magam két olyan, jellemző módon mind a kettő hölgy. Két olyan hölgyet ismerek, akinek gyerekkorától fogva kapcsolata van szellemi, már rég meghalt pálos atyával, aki nem halt meg. És ezek a pálos atyák megjelennek, főleg éjszakai stádiumban, akár álomban, akár ébrenléti stádiumban, és hogy is mondjam, instruálják a szemét. Tehát bizonyos irányba terelgetik. Ezt joga van neki nem elfogadni, szabad akaratunk van.
De egyébként érdemes elfogadni. Na most azt mondják ezek a hölgyek a kérdésre, tehát föl lett téve a kérdés, mi a különbség a szürke és a fehér csuhás pálos között? A következő válasz jött, nagyon érdekes válasz jött, ebből az látszik, hogy meglehetősen mély biológiai, anatómiai és orvostani ismeretei voltak a pálosoknak. De ne lepődjünk meg, hát a honfogláskori magyarság trepanációt tudott úgy végezni, hogy nem halt bele az illető. Tehát ez egyáltalán nem meglepő. Itt egy csomó kérdést föl lehetne tenni, orvostörténetileg is. Mivel fertőtlenítettek, hogy akadályozták meg a vérzést, hogy nem nyúltak mellé. Hát azért egy agyműtét, bocsánatot kérek, azért az... No, nem veszélytelen. Pici mellényúlás nagyon nagy következményekkel jár. És az a válasz érkezett, pontosan az a különbség a szürke és a fehér atyák között, mint ami az agyállomány szürke állománya és fehér állománya között. Nevezetesen a szürke állomány információt tárol. Ezt már én saját szavaimmal mondom, ez nem így hangzott el. A fehér állomány pedig kapcsolatokat létesít. Mik között? Az emberi test különféle tartományai között, szellemértelemben is, és most emelkedjünk egyen magasabb szintre, a föld különféle tartományai között. Mert itt megint eljutunk oda, hogy a pálosok miért jártak le a föld alá. Mindjárt ide kanyarodunk, föl kell tenni azt a kérdést, hogy tudni kell, mi a föld. Mert a föld nem planéta. Mert amiről beszélünk, az nem tudományos csillagászat. És nem kozmogónia. A föld nem planéta. Az valakinek a teste. Ezt a régiek így tudták. A pálosok pontosan így tudták, és így tekintettek rá. Élő test. Így viszonyultak hozzá. Ez még a Szent Koronatanban is benne van. Ezért nem lehet eladni a földet. Hát mit adunk el? Egy istennőnek a testét? Hát ne legyünk már nevetségesek. Hát megyünk a pokolra, már ha lenne pokol. De hát következménye lesz. Vannak ugyanis könyvtárosok. És vannak kapcsolatépítők. Na most, egy nagyon szép történet következik, nem nevesítem, azt sem mondom meg, hogy kivel esett meg. Teljesen mindegy egyébként. Legfeljebb úgy, mint a buddhizmusnak egy bizonyos ágazatában, fülbesugással hajlandó vagyok előadás végén elmondani, ha valakit nagyon érdekel. Ugye a legtitkosabb tanokat a buddhizmusban fülbesugással adták tovább. Már akinek hallása volt hozzá értelemszerűen. Levisznek valakit, ez megtörtént eset. Most nekem nincs okom arra, hogy kételkedjek ebben. Semmilyen okom nincs rá. Levisznek valakit, a Pilisben vagyunk egyébként, ennél konkrétabb helyszínt is tudok mondani, az a bizonyos koponya alakzat. Kis szoplák, nagy szoplák. És a körbe, őt körbefogó koponya alakzat. Biztos ismerik, hát a Pilis kutatásban ez már egy nagyon népszerűsített képlet. Itt vagyunk a helyszínen, és éppen ott, ahol egyébként a szürke állománynak a régiója van, éppen ott, analógia, megfelelés okán, lejut ez a valaki 60 méter mélyre egy kürtön keresztül. Honnan tudja, hogy 60 méter? Lehetne kérdezni. Mondják neki. Tehát, hogy te most lent vagy 60 méter mélyen. Körbenéz, ez egy sziklaüreg. Teljesen szabályos, simított falakkal. És ebben a sziklaüregnek, ezen a falán minden oldalt üregek vannak és polcok vannak. És ezekben az üregekben és ezeken a polcokon könyvek sorakoznak egymás után. Hatalmas méretű, a mai könyvnél sokkal nagyobb méretű, bőr, igazi bőrkötésű, vaskos könyvek. Nagyon régi könyvek. Ott van egy atya, egy szürke csuhás atya, aki egyébként nevesíti magát, tehát megmondja, hogy az ő remete neve, vagy ha úgy tetszik, barát neve, micsoda. Nem személynevet hallunk, ugye tudjuk, hogy amikor a remete vagy a barát fölvesz, vagy a szerzetes egy nevet, az egy szakrális név, egy beavatási név, egy szent név. Egy szentnek a nevét halljuk. Ezt nem mondhatom meg, mert aki... mindegy. Egy szentnek a nevét halljuk, annyit talán mondhatok, hogy rajta van a Magyar Szent Koronán. Ez elég könnyű lesz most már így beazonosítani. Tehát ez az ománckép rajta van a Magyar Szent Koronán. Tehát ő beazonosítja magát, és azt mondja, most leteszek eléd egy könyvet,
ezt kinyitom egy meghatározott helyen, na most innen nem lehet mikrofonba beszélni, tehát kinyitom egy meghatározott helyen, és neked van egy meghatározott időd, hogy megnézzed, amit látsz. Én utána be fogom csukni. Ha nem tudtad megjegyezni, így jártál. Azt nem mondja, hogy így jártál, tehát mi mondjuk, hogy így jártál. Na most, az, aki ott lent van, fölkészül iszonyatos koncentrációval, hogy most nagyon rövid idő lesz neki, meg kell nézni azt a képet, és a lehető legtöbb mozzanatát el kell tárolnia. Kinyitják neki a könyvet, és látja, hogy egy térkép van benne. Tehát mind a két oldalon egy térkép van benne. Ez a térkép pedig a Kárpát-medencének a térképe. Ezen a Kárpát-medence térképen föl vannak tüntetve a legszakrálisabb helyek. Nincs ideje végignézni, mert megakad a tekintete egy hatalmas feliraton, ami rovásírással van írva. Fontos megjegyzés, nem pálos rovással. Tudjuk, hogy a pálosoknak volt saját rovásírásuk. Ez nem pálos rovással van írva. Tehát innen lehet sejteni, hogy ez nem pálos könyv. Mert azt pálos rovással írták volna. Rovásírással jön így ebbe az irányba, ilyen ívesen a felirat, és ez a felirat, ez lefedi Erdélynek, a mai Erdélynek a területét, és Felvidéknek a területét. Egészen Pozsonyig, a mai, nincs ott Pozsony még, a mai Pozsonyig, tehát körülbelül odáig lefedi ez a felirat a teljes területet. Nem ez az érdekes, hanem az illető, aki ott van, ismeri a rovásírást. Na, hát ezt tudták, azért nyitották ki neki a könyvet. Tehát miért lenne érdekes kinyitni egy ilyen könyvet egy olyan ember számára, aki most lát először rovásírást? És el tudja olvasni, mert nem olyan bonyolult. Ugyan ligatúrák vannak benne, nem betűkre kibontott feliratról van szó, ligatúrás, de hát ezt ő jól megjegyzi, és pontosan tudja rekonstruálni, és pontosan fejthető. És hogy miért mondtam el ezt? Azért, mert pálos történet. És miért mondtam el ezt? Mert fogjuk látni, hogy megint Egyiptomba vagyunk. Ugyanis a felirat így szól. Csaba királyfi egyiptomi királysága. Ez nem népmese. Nagyon hatásos volt, hogy megszólalt egyébként. Tehát, hát inkriminatív pillanat. Most valaki az előadót leszerette volna járni ezzel, tehát jön ki a csőrünkön a indázat, de semmi nem igaz belőle, hogy jön ki, már szárad is el. Na most ez megtörtént, tehát ez megtörtént. Az, hogy hogyan értelmezzük, az egy másik kérdés. Na de fogjuk látni azt, hogy itt az Attilassággal számolni kell. Miért kell számolni az Attilassággal? Azért, mert akkor foglaljuk össze, és akkor itt befejeztem a mindenfajta ismétlésben, mondtam szerintem újat is. Mondtam újat? Nem mondtam újat. Szóval, mi a pálosok feladata? Mi az, amit tudunk róluk? Első, őrizni az ősi hitet. Ez milyen ősi hit? A legősibb hit. A legősibb hitet őrizni. Ezt hogy hívják az emberiség történetébe? Kinyilatkoztatás. Mi az a kinyilatkoztatás? Amit a Teremtő maga adott át az emberiségnek. Vagyis a hitele kérdéses? Nem. Egyébként hogy lehet hitelesíteni? Emlékezettel. Mert aki emlékezik, az tudja, hogy így történt. Aki viszont nem emlékezik, látják? Azzal bármit meg lehet etetni. Azt is, hogy Jehova Isten. Jehova forma szellem. Hogy lenne már Isten? Soha nem volt Isten. Az egy szellemi lény. Egy szellemi lény, és nem több. Hát hogy lehet isteníteni? Hát ha én azon a szinten állok, hogy ez a legmagasabb szint, amit be tudok lőni istenként, na de hát ehhez kell egy zárókupak. Miért? Mert akkor nincs kapcsolat. És innentől kezdve bármit mondhatok. Csak az a szomorú, tudják, hogy ez nem csak rájuk vonatkozik. Ugyanez az eset a római katolikus mise is. Egyébként ugyanitt van. A zárókupak. Teljesen mindegy. Most ennek ennyi a hitele. És nem több. Vagy van emlékezet. Bocsánat, a közbeszúrásért Buddát egyszer megkérdezett. Mondtam? Lehet. Az egyik tanítványa, mester, nagyon röviden, mondd már el, mi az a megvilágosodás, de nagyon röviden.
Budda így ránéz a tanítványra, ez egy történet, lehet, hogy nem történt így meg. Ránéz a tanítványra, és azt mondja. Hát nem tudod. Emlékezni a jövőre. Ez a nagy titok. Ez a vízöntő paradoxon. Ez a nyitott könyv. Itt már megvan az emlékezet. Itt most a gondolkodással van dolgunk. Na de miért van a gondolkodással dolgunk? Mert a mai embernek individuális énjéből beszéltünk erről? Fontos kérdés. Teljesen rossz a gondolkodása. Teljesen rossz. Tehát ezt a gondolkodást, amivel most itt vagyunk, el kell felejteni. Mit kell helyébe állítani? A magasabb rendű ént. Na ez az, hogy itt most el kell indulni fölfelé. Minden, amit rémámaimban jön elő ez a mikrofon. Komolyan mondom, tehát innen hazamentem, és egész éjszaka hánykolódtam egész hajnalban, mikrofonokkal álmodtam, és a mikrofonok így vonultak föl, és így rugdostam le őket a színpadról. Na jó, bocsánat. Szóval nem kötve érzem magam. Mi teremti az én tudatot? Ezt megbeszéltük, nem? A gondolkodás. A gondolkodási képesség teremti az én tudatot. Azért van én tudatunk, mert gondolkozunk. Ha nem gondolkoznánk, nem lenne én tudatunk. A gondolkozás az a valóság felfogás, amelyen én megteremtem a tudathordozómat. Ez döbbenetes. Tudják, mik ezek a tudathordozók? Elmondtam. Fizikai test a Szaturnuszon. Emlékeznek rá? Ez micsoda? Ez a múlt. Mik a tudathordozóink? Ami saját múltunk. Mit látunk, amikor kifele nézünk? Semmi más, csak a múltat. Mit látunk, amikor a 16 ezer fényérrel lévő csillagokat vizsgáljuk? Annak a csillagnak a 16 ezer évvel ezelőtti állapotát. Mit látunk, amikor egymást nézzük? Saját múltunkat. Miért? Mert meg van kövülve. Miért van megkövülve? Mert soha semmit nem változtattunk rajta. Ez a karma. Miért van testünk? Megkövült testünk. Mert megkövítette a karma. És emögött mi áll? Az a gondolkodás, ami leszakadt a valóságról. Miért szakadt le a gondolkodás a valóságról? Mert nincs közvetlen kapcsolatom a teremtő tűz aktivitásával. Az élő gondolkodással. Az eleven gondolkodással. Folyton folyvás, mivel elkezdem beburkolni, elkezdem becsomagolni, elkezdem gondolattá formálni, abban a pillanatban, hogy én elkezdtem gondolattá formálni, beburkolni, fölöltöztetni, messze-messze lemaradtam már az eleven gondolatról, ami ott megy előttem. Lekéstem. És minél jobban bugyolálom, minél jobban öltöztetem, annál jobban lekéstem, annál messzebb kerülök hozzá. A fizikai test került legmesszebb. Az élettest már közelebb van, az asztráltest már közelebb van, és az én tudat van hozzá legközelebb. Ezért kell a beavatási folyamatot az én tudat átalakításával kezdeni. Aminek egyébként mi a jelképe? A nap. Az én tudat jelképe kezdettől fogva a nap. De nem ezé az én tudaté, hanem az Isten én tudaté. Hogy lesz Isten én tudat az én tudatból? Eleven gondolattá alakítom át, mitől kell megszabadulni? A fogalmaktól és képzetektől. Mert az mi? Individuális leszakítottsága az eleven gondolkodásnak. Igen ám, de ha én már ennyire lemaradtam, hogy fogom utolérni a teremtő aktív gondolatot? Népmesei helyzet. Tudni kell, hogy a teremtő gondolat mindig fénysebességgel halad. Miért? Mert a fény az a jelen. Ami a fényben van, az mindig a jelenben van. Ami a múltban van, az leszakadt erről a jelenről, vagyis leszakadt a fényről. Tetszenek érteni? Bekerült a sötétségbe. Minél messzebb van a fénytől, annál sötétebb állapotban van. Annál objektiváltabb, vagyis tárgyasítottabb állapotban van. Mi hogyan gondolkozunk? Minden gondolatunk tárgyasított. Miért? Mert nem tudjuk másképp elképzelni a dolgokat. De miért nem helyezkedünk az eleven gondolat áramába? Mert utol kéne érni. Na de hogy lehet utolérni? Ő már elszáguldott fénysebességgel. Ismerik a formulát? Édes gazdám, ülj föl a hátamra,
fogóckodj meg, és most mondd meg, milyen sebességgel szeretnél haladni. Úgy, mint a fény, úgy, mint a villám, esetleg úgy, mint a gondolat? Helyes válasz, úgy, mint a gondolat. Mert az milyen sebesség? Meghaladja a fénysebességet, mert ez a tűznek a sebessége. És a tűz micsoda? Az isteni akarat tüze. Szentlélek. Vagy napszellem. Mert ha ez ide belép, már ragyogni fog. Minél mélyebbre lép be, annál jobban ragyogni fog. Amikor eléri a fizikai testet, ami a földelemhez tartozik, akkor már nagyon fog ragyogni, mert ez a fény ereje. És felszabadul belőle az összes fény. Hát erről a történetről beszélünk. És akkor fehér csuhát lehet venni. Mert akkor kint is, bent is, a bölcsesség patyula tisztaságával szabadítom föl testemből a fényt. Jó. Megyünk tovább. Akkor folytatjuk. Köszönöm szépen. Még két dologra nem hívtam fel a figyelmet, illetve pontosabban már beszéltünk róla, tehát ugye mi a feladat? Az a feladat, hogy amikor az én tudat létrejön. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ez az a pont, ez a legközvetlenebb pont, amiben mi, emberek és a Teremtő közvetlenül megegyezik. Mert ő is gondolattal teremt, és mi is gondolattal teremtünk. Ő az egyetlen, akinek szabad akarata van, és mi vagyunk, akinek szabad akarata van. A köztes hierarchiában sehol nincs szabad akarat. Tehát ember és Isten viszonya nem a függőség, hanem ez a szabadság. És ez az a szabadság, amit a Földön kap meg, a negyedik testetöltésben, ez az én tudat, de ez nem az az én tudat, amivé vált annak okán, hogy most ebben a tudathordozóban vagyunk, és ez a tudathordozó határozza meg a gondolkodásunk minőségét. Illetve tovább megyek, a gondolkodásunk folyamata hozza létre a tudathordozót. Ezért a munka, ha szabad így mondani, a belső átalakulással kezdődik. Mindig magunkon kell kezdeni, és mindig belül. Ezért mondja Jézus azt, külön nyomatékkal, hogy a mennyország ti bennetek van. Ezt nekünk kell fölépíteni belül. És ha ez az építés, ez az átalakulási folyamat, ez sikeres, akkor ez kivetül a külvilágba, és megnyilvánul a külvilágba. Soha nem a külsőt kell megváltoztatni, hanem mindig a belsőt. Ezért mondja a pálos tudás is, és minden gnosztikus hagyomány, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Mert pillanatnyilag, ami van, az megfelel a mi tudatállapotunknak. Tökéletesen és optimálisan. Ha nem tetszik, tessenek változtatni a tudatállapotukon. Nincs más megoldás. Nincs más megoldás. Mert ami fönt, ugyanúgy, mint lent, ami kint, ugyanúgy, mint ami bent, s ami nagyban, ugyanúgy, mint ami kicsiben. Mivel most vagyunk legalul, és minden, amit kívül látunk, az a saját múltunk. Mondom másképp, minden, ami kint van, az eredetileg bent volt. Úgy keletkezett, hogy az első emberből kikerült a külsőbb. Mi a feladat? Mindent, ami kint van, el kell kezdeni szépen visszapakolni. Ezzel megszűnik az individuális én. És milyen új tudatállapot jön létre? Az az én, amelyben már mindenki test és vér. Mert közös lesz a test, és közös a vér, ha értik, a vér itt az én. Közös lesz az én. Az emberiség következő nagy testetöltése az új földön, az új ég alatt, amikor már nincs emberiség. Közös test, és közös én. Szünetben hívták föl rá a figyelmet, mondjuk én tudtam, csak elfeledkeztem volna róla. Tetszenek látni? Igen. Nyitottak a koponyák. Erről beszéltünk. Erről beszéltünk. A magyar nyelv ismeri agyafurt. Átvezetőként a címerábrára, a címerábrát kérném szépen.
Most már nagyon kevés idővel gazdálkodok, és azt hiszem, hogy időpánikom lett. Mert... Ott van. Azt hiszem, hogy időpánikom lett. Nem fogom tudni, biztos, hogy nem fogom tudni befejezni. Megpróbálom a legtöbbet markolni a legrövidebb idő alatt. Ez lehet, hogy megértési problémákat fog okozni. Kérem, jelezzék, ha valami nem teljesen világos. Mindenképpen. Két történettel vezetném át, mindkettő Várad környéki. Várad, Nagyvárad, Szent László városában vagyunk. Tudni kell, hogy a Váradi Egyház működése egyéb iránt a magyarok első királyára alapozódik. Őt Attilának hívják. Ha újra föltesszük a kérdést, hogy mi volt a pálosok feladata, az ősi hitnek az oltalma és fenntartása. Ez a legfontosabb. A magyar nemzet teljességes állapotának a fenntartása, gondoljanak a Pázmány Péteri mondatokra. Édes hazám Magyarország, együtt emelkedsz a pálosokkal, és együtt hanyatlasz a pálosokkal. Valahogy így szólt. Tehát a magyar értékeknek a védelme, ezt fogjuk látni, hogy mihez horganyzódik le. Lehet tudni, hogy minek a teste a magyar nemzet. Ez bizony a Szent Koronához fog lehorganyzódni. Vagy a Szent Koronán keresztül fog valósulni. És a másik pedig magának a földnek az oltalma. Nem kevesebb. Itt tudni kell, hogy az ősvallás szerint mi a föld. Az ősvallás azt tanítja nekünk, hogy a bölcsesség utána jött az embernek. Azért jött utána, mert meg akarja menteni a teremtő az embert. És a megmentésnek egyetlen egy eszköze van, erről beszéltünk már, a tudás, a bölcsesség. Utána jött az embernek a bölcsesség. A bölcsesség a görög nyelvezetű gnosztikus hagyományban, Nag-Hammadi kódexek, Szófiának hívják. Szófia utána jött az embernek. És a föld nem más, mint a Szófiának az áldott teste. De Szófiának a belső magja, eszenciája, lényege az a föld legbelsejében van. Az a kohó, ha most tárkány nyelven beszélek, az a kemence, ha alkímiai nyelven beszélek, ahol a bölcsesség olvasztódik ki. Ide került a bölcsek köve, föntről az égből, mint mennykő, mondja a hagyomány, a pálos hagyomány, Várad környéki pálos hagyomány, néphagyományban őrződött meg, aláhullott, és ez a bölcsek köve, volt már róla szó, bekerült a föld mélyébe. Ahol aláhullott, azt a régiek megjelölték. Oszloppal, kőemlékkel, vagy kőszoborral. Bálványszobrokkal. Ezek voltak a szent helyek. Bekerült a föld méhébe, és ott olvad ki, őrződik meg, a tüzes kemencében. Ahogy szól, egészen addig, ameddig az ég és a föld helyet nem cserél. Ebben segítséget adnak a fehér kígyók, mondja a pálos hagyomány és a Várad környéki néphagyomány. Biztos hallották már ezt a szólást a magyar hagyományban. Egy követ fújnak. Ezek a kígyók. A kígyók fújják a követ. A saját nyálukból. Ebből a kígyó nyálból, ebből a kígyó váladékból lesz a kő, megkövül. Addig fújják, még meg nem kövül. A fehér kígy az a bölcsességnek az állata. A bölcsek köve pedig a végső alakban megnyilvánuló bölcsesség. A romolhatatlan, örök állapotú bölcsesség, amely ismét kő. Nem úgy kő, ahogy a föld ásványai kövek, mert azok is kövek. Ezt úgy hívja az alkímiai hagyomány, prima matéria. Az első anyag. Az első anyag, ami aláhullott, és itt van, a megsemmisülésnek a határán, de még emlékezve a múltjára, emlékezve arra, hogy valamikor szellem volt. És mivel emlékszik arra, hogy szellem volt, és azért emlékszik rá, mert benne a fény szenvedő részecskék formájában kötve van, ezért lehetőség van ezt az emlékezetet fölkelteni. Az ásványban is lehetőség van az emlékezetet fölkelteni.
A fizikai testben is lehetőség van az emlékezetet fölkelteni, bármennyire meg van kövülve, meg van dermedve, mint gondolat. És akkor emlékezni fog az ő eredeti hazájára, az eredeti fényhonra. És elindul belőle a fény, átszűrődve a növényeken, átszűrődve az állatokon, átszűrődve és tudatosodva az emberen, onnan a holdbárkán és a napbárkán vissza tud jutni a teremtő atyához, az első emberhez. És majd az első ember vezetésével ez a fiú világegyetem, vagy a fényparadicsom bevonul az örök paradicsomba, az anya atyához. Úgy, hogy vezeti őt a bölcsesség anyja, boldogasszonyunk, Szófia, és az első ember. Ez az üttörténetnek a végső stádiuma, és egy újnak a kezdete. Mert indul egy új teremtés. A Jóisten az emberen keresztül tudatosítja magát. Az ember pedig a Jóistenen keresztül tudatosítja magát. Ezért kettejük viszonya a szabadság és nem a függés. De egymásra szükségük van, oldhatatlan módon. Isten nincs ember nélkül, és ember nincs Isten nélkül. Nincs. És azért, mert eretnek a gondolat, tudom, de a gnózis is eretnek, és a hermetika is eretnek, és a pálosok is eretnekek a mai egyház szemében. Végső soron azért, mert az ember az Isten. Nem az az ember, aki itt ül, hanem az az örök ember, aki első emberként lejött, hogy megváltsa a sötétet, és kiteljesedve visszamegy oda, ahonnan jött. Így lesz ő a kezdet és a vég. Mert mi vagyunk az első ember. Ha úgy tetszik, mi vagyunk Jézus. Mindannyian. Mindannyian. Ő csak megmutatta, mi a dolgunk. És azért mutatta meg, hogy részesedjünk belőle. Mert ő egy volt közülünk. Úgy, hogy ő az első ember volt. Megismételte az első ember feladatát. Mert újra és újra, minden ciklus végén meg kell nyitni az égi kapukat. És ilyenkor az első ember újra és újra eljön. Első küldöttként, második küldöttként, harmadik küldöttként, negyedik küldöttként. Ő Jézus Krisztus. És majd a végső fényfelszabadulásnál ötödik küldöttként. Ő az utolsó ítélet Jézusa. Az örök fénnyel világító Jézus. És akkor megszűnik az anyagi világ, hiszen felszabadul belőle a fény. És mehetünk egy fokozattal följebb. Mi van fölöttünk? Mert most mi a feladat? Vissza kell mindent emelni, ami mi voltunk. Miért? Van ennek értelme? Van. Mert innentől kezdve mindent szabad akarattal cselekszünk. És a teremtésben a szabad akarat a legértékesebb, mert csak Istennek van és nekünk. Ez a mi döntésünk. Ezért ilyen értékes. És most elindul az ember fölfelé. Először az lesz, ami fölötte van. Ő volt már egyszer ezen a stáción, csak akkor nem volt tudatos. És nem volt szabad akarata. Megélte a teremtés folyamatában, önkéntelenül. Most tudatosan lépünk föl ide. A fölöttünk lévő hierarchia az angyaloké. Az ember angyal lesz. De tudatosan. Majd arkangyal, de tudatosan. Majd elemi angyal, de tudatosan. Majd formaszellem, majd mozgásszellem, majd bölcsesség szelleme, és akkor visszajutottunk az első emberhez. Ez a pálos misztérium lényege. Ilyen gyorsan is el lehet mondani. Na most ősiségben már nem megyünk vissza, mert rám szóltak, hogy akkor az időből ki fogunk lépni. De azért emlékezzenek arra a legelsőre, ahonnan elindultunk. A napszellem legelső egyiptomi átadójára, akit Ozirisznak hívnak. Vagy, mivel a két attribútum, amit a kezében tart, az ostor és a kamó, a gamóbot, ő bizony Isztergam. Amikor újra testet ölt, Kámként, nem véletlenül, a Gám és a Kám ugyanaz a név. Kámként lesz jelen az Ószövetség könyvében. Ő Kám. A görög hagyományban Bélosz.
Most már nem húzom ezzel az időt, tessenek megnézni a fiaikat. Bélosznak a fiai, ugyanazon a neven szerepelnek a görög mitológiában, mint Kámnak vagy Kámosznak a fiai. Ő a legelső Zaratusztrának a fia. Ezért a teljes neve Kám Zaratusztra. Vagy más hanggal a kiváltozatban, Asztár Kámosz, vagy Iszter Kámosz. Emlékeznek rá Jézus, milyen templomba járt föl a Olajfák hegyére? Kámosz Iszter templomába. És úgy emlegette, ez az én régi atyámnak a temploma. Ugyanis a napszellemnek az átadása nem egyszerű feladat. Ez az Osiris történet. Ennek az átvételéhez beavatásra van szükség. Ez a Horus történet. És innen ez az Iszterkám, vagy Targitaosz. Indul a napszellem átadási folyamata. A gnózis, a hermetika, az ősi szellemi tanok ismerik ezt a láncolatot. Utána lehet olvasni, hogyan adódik át a napszellem lépésről lépésre. Meddig? Amíg egyszer csak fizikai testben nem fogadja az Úr Jézus. Mikor? 30 éves korában. Ez a jánosi keresztelő lényege. A Jordánban. Pontosan ez. A gnosztikus hagyományban mást olvasunk a jánosi keresztelő szövegében, mint amit a Bibliában. Íme az én szerelmetes fiam, benne gyönyörködő, mondja a biblikus szöveg. Gnosztikus kiigazítás így hangzik, és fogjuk érteni. Itt kapja meg a napszellemet. Íme az én szerelmetes fiam, most nemzettem. 30 éves. Ekkor kapja meg azt az én tudatot, ami az egyetemes én tudat. Addig neki Jézus tudata van. Innentől Krisztus tudata. 3 évig. Beszédesek ezek az adatok, ezek a számok. És ez az a Krisztus szellem, a napszellem, az egyetemes én tudat, ami távozik belőle. És lenyomatot hagy. Erre most nincs több időnk sajnos, mert egyébként nagyon tanulságos. Különösen a leszármazás. És hát fogják látni, az a név, hogy Attila. Utullu. Mondhatom úsan. Magánhangzóknak nincs kötött értékük. De az Utullu a szumírban mit jelent? Naphordozó fiú. Attila naphordozó. Ugyanúgy naphordozó, mint Jézus. Ugyanúgy. És van egy nagy küldetése. A római egyház ekkor már az ármányt képviseli. Az ármány a tömeg, a tömeges térítés, a tömeges átalakítás, a tömeges keresztelés, a tömeges üdvösség, mintha lenne ilyen, hogy tömeges üdvösség, amikor minden embernek egyedi, saját útja van a Teremtőhöz és az üdvösséghez. Ez ármány. A római egyház ármány. Attilának ezt kell oldania. Mivel tudja? Csak a napszellemmel. Megnyilvánítja a napszellemet. És a hagyomány szerint ekkor mi jelenik meg a Leó pápa feje fölött, mindenki ismeri a történetet, a Szent Korona. Most fogunk oda kanyarodni, majd előbb megnézzük ezt a címet. Megkérdezhetik, ugyan milyen címer ez? Pálos címer. Na de miért nem a heraldikailag pontos címert vetítem? Mert hogy a heraldikailag pontos pálos címer az nem így néz ki, az egy 4-osztatú mező, amelyben 2 mezőben pálmafa van, 2 mezőben pedig holló van. Ez milyen címer? Tudja valaki a helyes választ? Ez az ősi címer. Ez a pálosok ősi címere. Honnan ismerjük? Mert épületen ilyet nem lehet látni. Na, megint oda jutottunk. Van lehetőség szellemi rekonstrukcióra. Aki nem hiszi, mondok egy példát. Utána lehet nézni. Valaki álmodhat róla. Ez egy tanulmány, Pap Gábor írta. A őshagyománynak valamelyik első példányában jelent meg. A Magyar Szent Koronának a rekonstrukciójáról van szó, mert hogy 1978-ban, amikor hazatér a Magyar Szent Korona, nem kezdődik még el semmilyen vizsgálat, sem mérnöki, sem aranyműves, semmilyen. 1980-ban Pál Zoltán, az Arvisúrák írója, Pap Gábor és többek társaságában látogatást tesz a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított Magyar Szent Koronánál.
Nincs még vizsgálat. Pál Zoltán a következő kijelentést teszi, kijöve a Magyar Szent Koronától, látható módon más tudatállapotban. Ugye érthető? A Magyar Szent Koronán vannak kicserélt zománcképek. Na most lehet kétségbe vonni bizonyos okok miatt Pál Zoltán, de hát van egy csomó olyan kijelentése, ami, hogy is mondjam, arcul vág minket, mert a mai napig nem lehetett száfolni. És hiteles. Ez is ilyen. És innentől kezdve elindulnak a vizsgálatok, és kiderül, hogy tényleg. És ezeknek a ott eredetileg lévő zománcképeknek megvan a lehetősége, hogy radiesztizé úton rekonstruálódjanak, csúnya magyar kifejezéssel. Tehát lehet őket rekonstruálni. Miért? Mert ha volt ott egy zománckép, amit lecseréltek, annak a zománcképnek az energetikai lenyomata, maradvány sugárzása a mai napig ott van. Csak annyit kell tudni, ez az időben haladunk előre, egyre gyengébb. És lecseng. És ezt radiesztizé eszközökkel meg lehet tenni. Miről beszélünk? Ingázásról, pálcázásról, radiesztizé eszközökről. És lőn csoda, tökéletesen lehetett rekonstruálni. A Szűz Mária képet is, az Attila képet is, és a Buda képet is. De egészen odáig menőleg, hogy a görög szöveget is lehetett rekonstruálni. Tehát erre megvan a lehetőség. Amit látnak, ilyen rekonstrukció. Tehát lehet kétségeket megfogalmazni, csak hát az a gyanús benne, hogy minden eleme a helyén van. Na most mit látunk itt? Hát az első, ami megdöbbenti az embert, ami a hivatalos címerhez képest. Itt többlet, hogy megjelenik a Magyar Szent Korona. Azonnal két elemében, és senki nem érti félre, mert pontosan látjuk, hogy ez a Magyar Szent Koronáról került ide. Melyik ez? Ez a kereszt, a másik pedig a pártázat. Hát ez a pártázatnak az eleme, ezt a pártázaton látjuk, ezt a pávaszemes alakzatot. Pávaszemes alakzat. Nagyon fontos. Azonnal lehet tudni, hogy miről van szó. Amit egyébként már lehetett Tébai Szentpál és Szent Antal képe kapcsán is. Ha emlékeznek, nem vetítjük már, emlékeznek rá, ott a háttérben volt egy templomépület. De a két atya, a két remete nem a templomban volt bent, nem ott imádkozott, hanem kint a szabadban. Mit jelent ez? Egyébként is föl lehet tenni a kérdést. Tébai Szent Antal és Tébai Szent Pál idején léteztek már templomok, keresztény templomok az egyiptomi sivatagba, Téba környékén? Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy igen. Vitatkozunk majd kint. Igen, Péter? Igen? Na de akkor sem ott imádkoznak. Én ajánlok akkor egy másik lehetőséget. Képírásként olvassuk. Na most, ha ott van egy templom, és előtte van két emberi test, akkor ezt hogy kell olvasni? Egymás előtt vannak. Hát az emberi testek kitakarják a templom nagy részét. Képírás szabály szerint első, azonnal adódik az első olvasat. Az emberi test, mint templom. Tehát itt az emberi testet működtetik, mint templomot. És ehhez képest van egy köztes templom, és van egy harmadik templom. Tudni kell, hogy a Magyar Szent Koronán az a kereszt az antenna szerepű. Én ezekre már nem hivatkoznék, mert koronakutatás, mindenki tudja, tehát szerintem mindenki olvasott itt már annyit koronakutatásról, hogy tudja. Ez egy antenna szerepű. Nem véletlenül jelen pillanatban 23,5 fokos szögben áll. Tehát ha bizonyos helyzetben van a király a koronázáskor, ez éppen a sarkcsillagra mutat. És ez miért fontos? Mert a mágneses mezőnek a bejárata ott van. Na most ott mi jön be? Szó szerint a napszellem. Mégpedig mikor? Amikor a napnak nem a világos fény természetű működését láttam, hanem micsodát? A tüzest. Az micsoda? Napkitörés. És tudni kell erről, ez bizony pusztító arc. Mert a napszellemnek van egy tápláló arca, ez Osiris. És egyébként van egy pusztító arca, ezt Szétnek hívják Egyiptomban. Nem kell rá haragudni, ő nem gonosz. Ugyanannak a napnak van egy pusztító arculata, és van egy tápláló arculata. Mert amíg cikluson belül vagyunk, táplál, de amikor ciklus végén vagyunk, sajnos nem fog táplálni. És ha föltűnt volna önök számára, most már naponta vannak x-es napkitörések. Egymást követik. És hát ez nem veszélytelen, mert a fekete boldoganya, de azt hiszem erről beszéltem, proféciákban ez benne van, hogy lemegy a nap, és világos marad a földön. Éjszakára is. Miért? Mert olyan erős lesz a sarki fény. Csak hogy tudni kell, ez a sarki fény, ez, hogy is mondjam szépen, nem csak annyit produkál, hogy fénye van,
Bizonyos kutatások azt mutatják, hogy a felső légkörnek a molekuláris kémiai szerkezetét, hát ebbe azért vagyok otthon, mert 3 évig vegyésznek tanultam, tehát tényleg így van, meg tudja úgy változtatni, fogockodjanak meg, hogy fölgyullad a légkör. Hogy hívják ezt? Tűzözöm. És kimaradt talpon, aki kiolvasztotta magában a fényt. Miért? Mert abban már működik a tűz. Mert az a tűz ugyanaz, mint ez a tűz. Ez a napszellemnek a tüze, ami először szentlélekként jelent meg tüzes lángnyelvekben. Pontosan erről van szó. És ez a legkevesebb, amit mondtam, mert tudva lévő, hogy az emberi agyban van egy csomó mágneses részecske. Tele van olyan molekulával, ami mágnesezhető. És ezek mágneses hatások. Tehát itt... Na. Így van? Így van. Hát csak azért sandítottam oda, hogy egy fizikus bólogasson. Na, szóval, tehát ezek nem veszélytelen dolgok. És ezekre föl kell készülni, mert amit a pálosok tettek, az pontosan ez. Mert van egy külső nap, és van egy belső nap. Mit kellett csinálni? Vannak szent helyeink. A szent helyeket mi kötik össze? Úgynevezett sárkányvonulatok. Mik ezek a sárkányvonulatok? Ezek energiáramlatok. Keleten így hívják őket, hogy sárkányösvény, vagy sárkányvonulat. Először is mit kell velük csinálni? Ha én szent helyet akarok működtetni, mert ez egy mozgó rendszer. Mitől mozog? A Föld mágneses terének változásától például. Ahogy változik a Föld mágneses tere, úgy változik ez a, úgy mondják ezt, hogy diamágneses háló. Jó volt? Jó volt. Nem elégedett, nem diamágneses háló. De az egyébként úgy hívják, a nyugati kutatásban úgy hívják, hogy diamágneses háló. Tehát a tudományos neve diamágneses háló. Fizikailag. Fizikailag diamágneses háló. Tehát ezek sárkányösvények. Tehát ezt úgy lehet rögzíteni, hogy ez nem mozogjon térben és időben a Föld mágneses terének változásától, de mi mozgatja a Föld mágneses terét? A nap. Na most, ha már itt állunk, muszáj húzzam az időt ezzel, bocsánatot kérek. Tehát jelen pillanatban a naprendszerben számunkra két fő forrás van. Ezt tudva, ezt bármelyik kezdő radiesztéta tudja. Honnan lehet tudni, hogy két fő forrás van? Azért, mert minden test itt a Földön, értsék jól, a maguké is. Minden test, de ebben minden benne van. Tehát a laptoptól kezdve az üvegen át, a nem tudom micsodáig. Eddig a térig, ami itt van, tehát amiben mi most bent vagyunk, ez a tér is így viselkedik. Felétől fölfele pozitív polaritású, felétől lefele negatív polaritású. Minden egyes test. Ez radiesztézilag mérhető. Ami pozitív polaritásáról lehet tudni, hogy előre halad az időben. Ettől pozitív. Merre? A jövő fele. Ez milyen természetű? Ez sebesebb a fénynél. Az mit jelent? Tüzes. Tüzes. Fogjuk látni, van egy tüzes út a beavatásba. Ami pedig negatív, definíciószerűen ellenkező irányba halad. Ez a különbség a tűz és a víz között. Ez a múlt fele halad. Ő az, aki burkokat von a létezés köré. Boldogasszony. Na most, ha ez bölcsességgel teszi, ez fénytermészetű burok. Ez az első embernek a fényburka, amit az ötelemből kivont fényből hoztak köré. Ezzel indul el a Tamás aktában, a Gyöngykánonban a főszereplő, a népmesehős, mert azon a népmesehőssel a történet. Tehát ő az, aki beborít. Ő az, aki óv, véd. Tudják, a maniheizmusban ez a dinnye. Burkokat vonok a létezés köré, mert óvni akarom. És ha ez fénytermészetű, nincs vele baj, de ha elkezd lemerevedni a gondolkodásom okán, az már baj. Ezek a testiségek ma nálunk. Hol keletkezik a fény? Itt, ha ezt a kettőt összehozom. Hajaj, igen, hajaj. Hajaj, mert ez Sívának a jelképe. Semmi köze Dávid királyhoz. Azért mondom el még egyszer, semmi köze Dávid királyhoz, hogy rögzüljön. Ősibb, mint a Dávid király. Sokkal, de sokkal ősibb. Semmi. Tehát, nem, kivágjuk. Mindenható. Lopták. Jóga metafizikája, tűz megvalósítás, víz megvalósítás. Jógába. Egyébként görög emlékeken is megtaláljuk, egyébként kelta emlékeken is megtaláljuk, egyébként ne is folytassuk, ne húzzuk ezzel az időt. Tehát ez egy nagyon ősi jelkép. Ez a fenti hármasságot jelenti, és a lenti hármasságot.
van fent egy Szent Háromság, ez a fenti akarat Szent Háromsága, és van egy lenti befogadó Szent Háromság, hogy én azt akarom, hogy a fenti akarat itt teljesüljön. Ez a hatszög. Tehát nem kell tőle félni. Mondom, bocsánat, lopták. Nem szabad ilyet mondani, látják, mert rögtön elakad az embernek a szava. Kölcsön vették, csak ez... Na most, mind a kettőnek van forrása. Tudják, hogy mind a kettőnek van forrása? Melyik az, ami pozitív polaritású forrás a naprendszerben? A nap. Ő a pozitív forrás. Mi az, ami negatív forrás a naprendszerben? A Föld. Miért van nekünk két polaritásunk? Mert ki vagyunk feszítve a nap és a Föld közé. Mi a dolgunk? Egyesíteni. Akkor mi lesz? Fény keletkezik. Az mi? Föld és nap szűzi násza. Föld és nap szűzi násza. Ez hol van? A szívbe. Hát nem tudok, muszáj a mikrofonnal adonászni, mert mutogatni kell. Ez a szív. Ez a szíva. Kellős közep ennek az egésznek. Hát erről van szó. Itt szűnik meg micsoda? A kétpólusosság. Na most, ha föld és nap egyesül, megszűnik a milyen világ? A kétarcú világ. A kétpólusú világ. Tetszenek érteni? És akkor mi lesz? Új föld és új ég. Amiben már mi nincs? Két pólus. Emberre vetítve mi nincs? Férfi és nő. Mert a férfi és a nő az eredeti androgün angyali állapot szétválasztása. Újra egyesülnek. Az mit jelent? Újra angyal lesz mindenki. Hát erről beszélek. És mi szűnik ezzel meg? Tudni kell, hogy mi lépett be a szétválasztással. Hát leírja minden hagyomány. A halál. A halál, mert szét vagyunk választva. Az apokrifokban Jézus azt mondja, helyre kell állítani a szent nász kamra szentségét. Ez a legmagasabb szentség. A legmagasabb. Mert ez a szűzinásznak a szentsége. És a szűzinászban egyesül a két kundalini. És mi lesz? Egy nem poláris létezés. Na most a szent helyek ezt tudják. Mert a szent helyek örvényterek. És az örvényterek közepébe pólusmentes semmi van. Tetszenek tudni? Ami már nem így örvénylik, hanem fönt-lent tengely mentén, összekötve a lentet és a föntet. Miért kell összekötni? Mert a nap a földből született, és a napból itt maradt egy darab. Ez a föld belső napja. Ez az a kohó, a tárkányok kohója. A vulkánusz isten. Hephaistos. Vagy ez az alkímiai kemence, amiben mi olvad ki? Újra a fény, az mi? A bölcsesség, aki utánunk jött föld alakjában. Ezért a pálosok mentek le a föld alá. Mentek a bölcsesség megszerzésért, mert a bölcsesség magja az a föld belsejében van. A legbelsejében. És nem árt, ha tudjuk, a föld alatt járatok vannak. És a föld alatt városok vannak. Városok. 70 kilométer mélyen. 150 kilométer mélyen. Na most, ha ezt valaki nem hiszi el, akkor fölajánlom. Erről rengeteg képet tudok vetíteni, mert éppen az, ahol most állok, már nem itt szó szerint ebben ezen a szent ponton, ahol vagyunk, hanem Győr térségében is van egy lejárat, egy föld alatti rendszerbe. Egy olyan föld alatti rendszerbe, amelynek mi ismerjük a másik lejáratát, az nem itt van, hanem a mai határon túl, Bécstől északnyugatra, Klosterneuburg kolostora alatt. Egy hétszintes város húzódik az önök városa és Klosterneuburg között. Ez több mint 100 kilométer. Több mint 100. Aki nem hiszi, tudok róla képeket vetíteni. Több tucatot. Hát ahhoz majd egy újabb előadás kell. És egyébként nem az az érdekes, hogy egyáltalán létezik egy ilyen, hanem az az érdekes, hogy mi van ott. Mi van ott szintről szintre. Ez az érdekes. És ez döbbenetes. De olyan szinten döbbenetes, hogy az ember
Nem is tudom. Én 3 napig nem tértem magamhoz, amikor először lent voltam. 3 napig. Pedig nincs föltárva az egész. Egy magánember magánkezdeményezésből Klosterneuburg városában a saját háza alatt kezdte el föltárni ezt a rendszert. Jelen pillanatban 40 ezer négyzetméter van föltárva. Ez nem nagy. Nem nagy. De már az is döbbenetes, ami onnan előkerült. Döbbenetes. A legelső régészeti leletek 30-70 ezer évesek. Ez az első szint. És ezt a rendszert használták egészen hosszú ideig, legutoljára a templomosok. Na most, hogy a templomosok és a pálosok, nem fogunk beleférni ebbe a mai napba, nem tetek róla. Nem, egyszerűen nem lehet. Tehát nem lehet belegyömözködni, bárhogy gyömözködöm, próbáltam, nem. Muszáj ezt a történetet elmondjam. Erdélyi történet ez is, váradi történet ez is, néphagyomány. A következőről szól. Egy alkalommal második András, na most megint miért érdekes, mert második Andrásról tudvalév, hogy templomos lovag volt. Tetszik nekünk, vagy nem tetszik, akkor is az volt. Ráadásul betelepítette ennek okán a templomosokat Magyarországra. És ezek a templomosok harcolnak még Batukán ellen is, IV. Béla oldalán, a Muhi csatába. Tehát ne gondoljuk azt, hogy minden templomos rossz. Tudni kell, hogy a templomosoknak 2 ága van. Ugyanúgy, hogy a sárkányos rendnek is 2 ága van. Azt tudják, hogy a sárkányos rend története honnan indul? Most már zanzásítok, mert időhiánya van, időpánikom van. Tudják, honnan indul a sárkányos rend kitapintható története? Mendes Kusistennek a papjaitól, Krisztus előtt 3000-ben, Egyiptomból. Innen kezdődik a sárkányos rend története. És a késő időkben majd lesz egy nyugati sárkányos rend, Luxemburgi Zsigmond, aki egyébként meg váradi egyház területére temetkezik, nem véletlenül. Nem véletlenül, mint ahogy második András is. Tehát ezekre figyeljünk már oda, ha azt halljuk, hogy sárkányos rend, sárkány... Ez egy vallás. Melyik vallás? Azonos a pálosokéval. Miért? Mert a pálosok táltosok, és a táltosok mivel dolgoznak? A sárkány erejével. Most mondtam, rögzíteni kell a sárkány erejét. Ezt mivel lehet rögzíteni? Ismerik a Szent Mihály szobrokat? Ismerik a Szent György szobrokat? Így lehet rögzíteni. Földhöz kell rögzíteni. Oda kell döfni. Mit? A kígyónak az erejét, a sárkány kígyónak az erejét, és akkor az egy helyben marad. Nem fogja mozgatni a napaktivitás által táplált földmágnesesség. És így szabadon tudnak a tellurikus föld alatti erők egyesülni, részint a mágneses erőkkel, diamágneses erőkkel, fizikai nyelven, és a kozmikus erőkkel. Erről van szó. Ez a 3 rétegű világ energetikai szempontból. És ezek összeköttetéseket létesítenek a szent helyeken. A szent helyek nem csak a föld felett működnek, a szent helyek a föld alatt is működnek. Sőt, tudni kell, a föld alatt sokkal erősebb a hatások, mint a föld felett. Sokkal erősebb. Ráadásul a föld alatt ki tudok alakítani üregrezonátorokat. Az meg mi a fene? Hát ezek mágneses rezgések. És állóhullám alakul ki. És az mire jó? Ez a működtetés lényege. Mi a rezonancia? Fölerősítem a rezgést. Mennyire? Amennyire csak akarom. És olyan erősre tehetem, hogy sziklák fognak fölemelkedni. Keleten gyakorolják, Nepálba, Tibetbe, ilyen hosszú kürtökkel, vagy akár anélkül énekelve, vagy torokhangot használva. Egyébként ez milyen műveltség? Melyik istenhez kapcsolódik mondjuk a görögnek mondott mitológiába? Beszéltünk róla. Apollon. Hát ezt is megbeszéltük. Na jó, ezt nem akarom most már aprózni. Ott fönt az antenna, ez pedig micsoda? Ha úgy tetszik halom, ha úgy tetszik piramis, ha úgy tetszik hegy. Mit jelent ez? A föld is egy templom. Minek a temploma? A bölcsesség templom. Hát erről beszéltünk. Szófia teste. Bent pedig Szófia szíve van. Ott ver. Mit csinál? Táplálja az életet. Mivel? A belső fénnyel. És mi történik? Elindul a földből az élet. Először növény lesz, aztán állat lesz, aztán ember lesz. Mert kitől kapjuk az összes testünket? Boldog asszonytól. Hát itt beszéltek. Ez a bölcsesség. Hogy miért pávaszem, arra most nem
nincs rá idő. Bocsássanak meg. Egyébként nagyon szépen utal arra, ha már magyar szent korona, tudni kell. Hát ezt a koronát nagyon sokan elmondták meg. Kitől kapta a magyar nemzet? Attilától. Attilától. Tehát ahol megjelenik a magyar szent korona, ott meg fogja lenni Attila. Na most ez miért fontos? Hogy jön ide ez a páva szemalakzat? Hát tudni kell, hogy halom sorba temették. Mégpedig olyan halom sorba, amely páva szemes halomrendszer. Hol van ez? Dombegyház határában, Hajnali Csanád vármegyében. Ez az arad végi Attila temetési monda. Hát erről én már nagyon sokat beszéltem, de egyébként meg közismert. Tényleg most már közismert, mert több helyen is publikálták. Már a 19. század közepétől folyamatosan publikálják, sőt a legelső publikáció 1773-ban jelenik meg a hármas kis tükör kisnemesi tankönyvbe. Tételesen elmondják a nemeseknek, hogy tudjátok, hol van Attila sírja? Dombegyházen, Csanád vármegyében. Mert ott halt meg, és ott lett eltemetve, hogy a három helyszínt jelölnek meg, hol nevelkedett, hol született, és hol halt meg, és hol temették el. Nem megyek ebbe bele, nagyon izgalmas kérdés lenne. Nézzük meg az oroszlánokat. Hát ezek nem akármilyen oroszlánok. Most derül ki, hogy igaz volt, amit a tengelyről mondtunk, a holló az vízöntő. Egyébként a pálmának a levélzete az is vízöntő, nem? Egyébként mind a két pál névünnepe a vízöntőben van. Damaszkuszié is, meg Tébai Szent Pál is. És pál neve akkor is benne van a pálmában magyarul, ha nem akarom észrevenni. Akkor is benne van. Na de érdekes, hogy görögül hogy mondják? A pálmafa görögül főnix. Mi van ott a pálmafa tetején? Főnix. Mibe öltöztek ezek bele, amikor fölvették a köntöst, ami pálma levélből volt? Nem pálmafából öltöztek bele, vízöntőbe öltöztek bele. Az mi? Szentlélek. Miből volt a testük? Szentlélekből. Napszellemből. Akkor mit hordoztak? Napszellemet. És ezt csak hol tudom fölvenni? Föld alatt. Miért? Mert van kint is egy nap, de bent is van egy nap. És én nem egyesítem, akkor soha nem fog történni semmi. Ez a nagy kulcs, nem csak föntről jön a napszellem, lentről is. És ez a nagy misztérium. Megpróbálok a végére érni 9-ig. Ezek milyen oroszlánok, látják? Hát ezek az esztergomi oroszlánok. Boldog Özséb láthatta? Hát hogy ne láthatta volna, esztergomi kanonok volt. Láthatta? Láthatta. Na de ezek milyen oroszlánok, tudjuk? Nézzék már meg az arcukat például. Hát ez keleti oroszlán. Ez nem nyugati oroszlán. Ez keleti oroszlán. Hol látunk ilyen oroszlánt? Mezopotámiában, Babilóniában, Iránban, ott látunk ilyen oroszlánt. Nem? És egyébként kinek van még ilyen oroszlánja? Mondjuk Gilgamesnek. Nem véletlenül mondtam ezt a nevet, azért nem kell esni a székről. Tehát nem véletlenül mondtam ezt a nevet, mert van kapcsolat. Mit látunk a mancsai közében? Egy égig érő pálmafán átszűrődik egy kibomló, kiteljesedő fénymag. Akkor miről szól ez? Fényfelszabadításról. Mihez kötött a fényfelszabadítás? Ha fönt holló van, és pálmafa van, és főnix van, lent pedig oroszlánok vannak, akkor ez egy tengely. Úgy hívják, hogy oroszlán vízöntő tengely. Mi a sajátosság ennek a tengelynek? Hogy időből van. Honnan lehet tudni? Alul nincs idő, illetve ott a teljes idő forrása van. De lerövidül az évkör is, meg a precessziós menetrend is. Lerövidül, mert egy állatövi egyéppen a vízöntő kimarad, ugye tudják? Fönt pedig megnyúlik. Ezért soha nem egy oroszlán lesz, hanem mindig kettő. Ez az időtengely. Hol lehet kilépni innen? Az időtengelyen. Hol lehet belépni? Az időtengelyen. Mi történik, ha kilépek? Visszahelyeződöm a teljes időbe. Mi történik, ha belépek? Elvesztem a teljes időt. Csak itt tudunk kilépni, sehol máshol. És ezt mi működteti?
Jobbágyi Zsolt zseniális gondolata egyébként a Szent Lászlóval kapcsolatos könyvből, kirajzolhatjuk ezt sárkányfej, sárkányfarokból, és mármint micsodát, a vízöntőt. Értik? Teste nincs, hullámtermészetű. Van feje, és van farka. És ebből csak a fej érintette az öröklétet. Hát ez egy hindu hagyomány, közismertem. Utolsó pillanatban vágta le Shiva azzal a gyémánt, mi az, hogy tárcsával. De az odaért az Amritához, az örök életi talához. És hát örök életről beszélünk. Emlékeznek Apollóra és a Hollóra? És az örök életre? Na most ez itt Főnix. Jól látható módon menjünk föl. És még valamit, hogy itt tényleg csillagképekről van szó. Hát ismerik az értelmezést. Bocsánat, még egy picit visszább ide. Ez mi? Planetárium Babilonicum, Eru csillagmezeje. Ez az oroszlán csillagkép. Hátsó combja, ahol egyesül a szűz csillagképpel. Az időduplázódásnak itt van az egyik tartománya. És mi fölötte az oroszlán farok, hogy hívják a Babilonium, Planetárium Babilonicumban? Ditilla. Az ítélet ostora lengedezik az Eru csillagmezeje fölött. Ditilla. Ítélet ostora. A koronán már megjelent Attila. Most megint visszakapom Attilát. Miért? Mert a magyar nemzet origója. A magyar nemzet origója. Az mit jelent? Nem halt meg. Honnan lehet tudni? Hát visszajön az időben. Újra és újra. Mert ő a magyar nemzet egyik védőszentje. És amikor nagyon nagy baj van, a magyar történelembe beleszól. Belenyúl és beleszól. Akkor meghalt? Nem, számadó. Hármas koporsóba temették el. Önmagáért beszél. Folyóba temették el, idő. Halomsorba temették el, föld és víz. Vízöntő. Ugyanott vagyunk. Átkerült az időtlenségbe, és az időtlenségből folyton, ha ítéletet kell hirdetni, visszajön az időbe. Kit előlegez? Jézus Krisztust. Attila előkészíti az utolsó ítéletet. Pontosan ez a dolga. Pontosan ez. Neki készült a korona. De igazándiból ugye tudják, ez a korona Jézus Krisztusnak készült. Az utolsó ítélet Krisztusának. Most lehet azt gondolni, hogy az fényből van, és hogy fogjuk rárakni ezt a koronát? Értsék jól. A működése. Nem a tárgyi mi voltam, mert nem is tárgy, élő minőség. És amikor élő minőséget mondunk, kire mutatunk? Az élő Jézus Krisztus. Na most el szokták mondani, hogy a magyar szent koronának három nyelve van. Nem húzom vele az időt, mindenki tudja, a felső rész latin nyelvű, az alsó rész görög nyelvű. Nem húzom vele az időt. Van egy harmadik nyelv. Borbola János fölhívja rá a figyelmet. Hol látható a harmadik nyelv? Leginkább a pártázaton. Menjünk le. Ez micsoda? Egyiptomi hieroglif számírás. Mi van minden pártelemre odaírva? Az egyiptomi lábnak a mértéke. Miért van? Mert az egyiptomi láb volt az magyar szent korona méretezésének az alapegysége. Bejött Egyiptom, látják? Éppen hol? A pártázaton. Hova került a pártázat elem? A pálos címerbe. Ami milyen gyökerű? Egyiptomi. Duplán egyiptomi. És akkor nézzük meg a fentet. Édes Jézus. Ne. A címer fentjét. És akkor itt van a főnix. Elmondják róla, hogy 500 évenként tér vissza, pálmafárak fészket, ezért hívják főnixnek a pálmafát. Pálmafán, illetve az hívják a főnixet a pálmafáról főnixnek. A pálmafa tetején rak fészket, hozza bebugyolálva a szüleit, a szüleje hamvait be van bugyolálva, mumifikálva, szó szerint úgy, ahogy a mumiát készítik. Az egyiptomiak azért kezdenek el mumiát készíteni, mert ezt látták a főnixtől. Nem viccelek. És hamvaiból feltámad. Ez milyen erő? Tüzes erő. Milyen szín ez a madár? Fekete. Az mi? Nigrédo. Az mi? Halálba való beavatás.
Hogy lehet föltámadni? Hogy beavatodok a halálba. A halálba hol lehet beavatodni? Föld alatt. Miért? Mert ott van a sír. Nyugaton a katárok őrzik ezt a hagyományt. Amikor a katárokat az első keresztes hadjárat során felszámolják, mert kiadja a pápa az első parancsot, hogy ezeket az utolsó írmagig írtsátok ki. El sem mennek a Szentföldre. Nem nyugszanak addig, amíg ki nem írtják az összes katárt. Béziét lezárják, az egyik központi városuk, Dél-Franciaországban, a Pireneusok lábánál. Béziét lezárják, és gyakorlatilag... A parancsnok neve mindjárt szembe jut. Lényegtelen egyébként, de híres neve van. A katonai parancsnokuk, aki a hadműveleteket irányítja, megkérdezi az ott lévő egyházi embert, bíboros embert, hogy jó, most lezártuk a várost 40 napig, mert ez volt a taktikájuk. Minden várost lezártak, 40 napig éjesztették őket. És utána elkezdett kijönni a lakosság, mert nem bírta már, tehát sem élelme nem volt, sem vize nem volt. Elkezdtek szivárogni. És mit csináltak? Ezek odaálltak a kapukhoz. És mit csináltak? Kaszabolták le őket. És akkor megkérdezi a bíboros, hogy te kedves jó ember, hogy hívják a... embet is. Bocsássanak meg, most késő van, amit teszem el. Megkérdezi a parancsnokot, hogy jó, de hát figyelj, nem biztos, hogy mindenki, itt van a katolikus, nem biztos, hogy mindenki katár, tehát most miért mészárolunk le mindenkit? És erre a bíboros a következőt válaszol. Ezt a cinizmust figyeljék. Mindenkit kaszaboljatok le, Isten úgyis megismeri az övéit. Na jó. És ekkor a katárok egy része, kevesen tudják, hova jön. A Kárpát-medencébe. És hova kerül? A pálosok közé. A katárokról mit kell tudni? Ők őrzik a grált. Az mi? Jézus ivókelyhe az utolsó vacsorára. Hogy került oda? Templomosok vitték ki. Honnan? Az esszénusok szobájából. Az hol van? A Sion dombján. Az hol van? Jeruzsálemben. Dávid sírja fölött. Ott volt az esszénusok szobája. Az esszénusok kik? Másik nevük? Mandeusok. Köszönjük szépen. Ez a szó már szerepelt ma. Mendes, Mandes. Mandeus. Ámonisten, a Kusi Isten, őróla van szó. Ozirisznek a madár lelke, amelyik visszatér. Feltámad és visszatér. Feltámad és visszatér. És napszellem, mert feltámad a saját poraiból, és ragyog fényesen. És elmondják, és egész Egyiptomnak ételt és italt adott. Már megint itt van Attila. És mi van a karmai között? A karom az karma. Lehet ezen jót kuncogni, hogy lehet a magyar nyelvet összemosni a szanszkrittel. Nem összemosásról van szó, hanem értelmezésről van szó, jó ember. Értelmezésről. Babiloni nyelvzavar után, vagy babiloni nyelvzavar előtt. Helyezkedjél, legyél szíves a babiloni nyelvzavar elé, és akkor fogod érteni a kapcsolatot. Ez a karma. Hogy lehet a karmát feloldani? Mert a karmával tartja ezt. Ez micsoda? Nem kell tőle félni, női szeméremtest. Mit keres egy főnixnek a karmai között a női szeméremtest? Na de ez napmadár. Akkor ez milyen nemzés? Szűzi nemzés. Hogy hívták azokat a papnőket, szűzi papnőket, akik a szűzi nemzésben részt vettek? Inninnek voltak a testetöltései. Egytől egyik. Hiero duló. Innen a dula, aki segít a szülésnél. És innen a dul alánfejedelem neve. Aki gyula. Gyullad. Gyullad tűzpap, tűzszertartáspap. A hierodulák vörös köpenybe jártak. Úgy hívták, hogy ritu. Innen van a ritus szó. Rőt, vagyis ritu. Ez is magyarul van. Ez a napszellemnek a tüzes arca. Erről beszéltünk. Ez kell a szűznemzéshez. Micsoda? A Szentlélek tüze. Olvassuk le rovásjelekkel. Mindenki ismeri ezt. Hát ez a székely rovásírásban egy képjel. Hogy kell olvasni? Us vagy ős? Nem? Ki nem ért fel egyet? Ez milyen betű?
T. Ez milyen betű? N. Usten. Hát a hettitek ezt tartják a kezükben, mármint az uralkodók. Ezt az ábrát. Ez mi egyébként? Fleur de lis. Qu'est-ce que c'est ça, fleur de lis? Az micsoda? Lilium. Lilium. Kiknek a jelképe? A Krisztus leszármazottak jelképe. Nem? Késő időkben Anzsú. Eredetileg kiknek? Hogy hívják őket? Az élet vize. Franciául. Nem beszélnek franciául. Az élet tengere, hogy pontosítsak. A víz az ó, az élet az ví, a tenger mer, merovi. Az ő jelképük eredetileg. És magyar hagyományban nincs, de képzeljük el kié. Az Aba nemzetségé. Ez mit jelent? Az Aba nemzetség ugyanaz a vérvonal, mint Jézus Krisztus. Miért? Mert Attilától származik. Újat mondtam? Jézus Krisztus Nimrodtól származik. Attila Nimrodtól származik. Nem mondtam újat. És ez a vér, ha az újjén jön, ez már nem vér. Nem vérségi kötelék. Azt mondja Jézus, hagyd el apádat és anyádat, és a testvéreidet, ha engem követni akarsz. Mert nem a vérségi kötelék számít, hanem mi? A testvér. Az mi? A szellemi vér. Értik? Ami a grába van. A bölcsesség vére. A szeretetben való összetartozás. Hogy nekem mindenki a testvérem. Mert amikor én kinézek és látom önöket, mind a saját múltam. Maguk nem idegenek, mi egyek vagyunk. Szeretetben és bölcsességben. És újra egyesülnünk kell, nem-nemi úton. Értik? Szellemi úton. Szűzi násszal. Mi van a magyar szent koronán? Záró gondolatok következnek, csak megoldom én ezt, hogy 9-re vége lesz. Szent korona. Rengeteg minden maradt ki. Tehát... Most először is. Tehát ennek nem lesz vége. Először is. Tehát először is. Ha van egy korona, korona hanggal, akivel eleve női, tehát a korona az női minőség. Miért? Meg köranya. Ez soha nem férfi, az mindig nő. Ráadásul pártázat van rajta. Min? Az abroncson. Akkor ez milyen korona? Kérdéses, hogy ne értsék félre, hogy ez női korona, vagy nem kérdés, hogy ez női korona. Csak tudni kell milyen. Tudni kell a magyar néphagyományból, hogy mikor hordott a leány pártát. A menyegzőn. Ez egy menyasszonyi korona. Most már csak azt kéne tudni, hogy kinek a menyasszonyi koronája. Meg kell nézni, hogy ebben a képletben... Ki születik? Köszelj! Az ige. Az ige az mi? A napnak a tűzszelleme. Krisztus. Akkor ez kinek a menyegzői koronája? Vigyázzanak, nem? Szűz Mária Jézus földi édesanyja. Állj! Hát... Azért beszéltünk a magyar őshagyományról, meg a Kálmány Lajos gyűjtéséről. Nem azonos, nem azonos. A föntiről beszélek. Ki a mennyek asszonya? Ki a mennyasszony? Boldog asszony. Ez boldog asszonynak a mennyasszonyi koronája. Szüli folyamatosan a Krisztust. A kicsoda, a napszellem. És amikor a király fejére kerül, benne is megszületik a napszellem. Erről beszélünk. Azt mondja Borbola János, hogy egyébként a fönti képen be lehet azonosítani, hogy ki van. Tökéletesen be lehet. Azt szokták mondani, atya. Most Pap Gábor állna, itt már mondaná, az az atya. Na de álljunk meg! Tisztelt Mester! Pontosítsuk, gnosztikus hagyományban ki az atya? Nem tudják. Az első ember. Az atya az az első ember.
Addig a lét transzcendens. Az anya-atyát én még nem látom. Ölelkeznek, menyegző van. Jön a bölcsesség, elkezdi kiemelni a fényt. Honnan? A mennyekből. A mennyek a sötét. Megbeszéltük a múltkor. Elkezdi kiemelni a fényt. És amikor a fény megkapta az első teljes alakját, akkor látom az atyát. Hogy? Fiú képébe. Miért? Mert nem tud másképp megjelenni. Az Isten csak és kizárólag legmagasabb formában emberként tud megjelenni. Vagy nem vettük komolyan, hogy az embert képére és hasonlatosságára teremtette? Hát ha ezt nem vesszük komolyan, akkor ne vegyünk semmit komolyan. Akkor nincs értelme semminek. Hát ez köt engem össze vele. Most mit látok jobb oldalt? Egy napjelképet. Ugye? Van 8 küllő. Hogy néznek ki ezek a küllők? Van egy kör, és van egy cseppalakzat. Aztán megint egy kör, megint egy cseppalakzat. Megint egy kör, megint egy cseppalakzat. Ugye? Mi ez? Ez a napnak a két arca. Ez, amikor szép, fényes és táplál, ez pedig, amikor tűzlángot bocsát ki. Szokjuk meg, mert most már ezt fogjuk látni többször. És ez sokkal kevesebbszer. 8 és 8, az mennyi? Az 8x8, az mennyi? 64. Az kinek a száma? Horus Re Harakti. A napisten. De hol? Egyiptomban. Mit látunk a másik oldalon? Semmit, mert homályos. De egyébként mit látnánk? Csak. Mondhatjuk, hogy csillagok vannak körülötte, de miért pont 9? Miért pont 9? Miért nem volt olyan kedves a zománc készítő mester, és biggyeztett oda még 4-et? Mert akkor úgy megnyugodhatnánk, és azt mondhatnánk, hogy jó, hát akkor az a 13 vagy 12, az a zodiákus, ugye? A 12 csillagkép. Csillag és 12 van, bele lehet magyarázni, ugye? 12 csillag. Miért 9 van? És egyébként biztos, hogy a hold? Azért kérdezem, mert ha összehasonlítják a nap méretét a holdsarló méretével, fogják látni, hogy a holdsarló mérete nagyobb, mint a nap mérete. Csillagászati közhely, hogy a naprendszerben a nap és a hold úgy van beállítva távolságban, 108-szoros egymásnak a Földtől, hogy pontosan a látszó átmérője azonos legyen a holdnak és a napnak. Teljes napfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás. Itt nagyobb a holdsarló. Ilyen nincs. Egyetlen egy esetben, ha ez nem csak a hold, hanem fölhívták a figyelmünket, hogy van még egy olyan bolygóminőség, amelyik holdszerűen viselkedik, csak más az időegysége. Van sarlója, van fele, és van teli. Vénusz. Vénusz minek a bolygója? Menyegzőnek. Az a menyegzős bolygó. Hát a Vénusz a menyasszony. Azért van fehér ruhába öltöztetve a mennyasszony, mert a Vénusznak fehér a fénye. Itt is menyegző, de kinek a menyegzője, látják? Mert az nem a hold. Ha az hieroglifiáként olvasom, a holdat nem szokták fekve ábrázolni. Azt vagy oldalt ábrázolják, vagy föntről ábrázolják, így nem szokták ábrázolni. És különben is Egyiptomról beszélünk, hieroglifiel. Azt mondja Borbola János, teljesen egyetértünk vele, mert adatolja, és levezeti, és bizonyítja. Ez a földisten, mint hieroglifiel. Ugyanis ez nem más, mint olvasatban Erpat Geb. Erpat Geb az a neve a földistennek. És ott van a Vénusz. És ott van a 9. Tudják mi a 9? Az a 9 istenség, amit Ennádnak neveznek Egyiptomba. Az első teremtőtől, Bremner papírus szépen leírja, első teremtőtől Atumre Kapra. Atumre Kapráról leírja az egyiptomi hagyomány, hogy most jön az érdekesség. Egy Bemben kövön, amely egy piramidon kő, leszállt a földre, Heliopolisba, emberré lett, és megteremtette a fizikai világegyetemet. Első ember. Ez az első ember. Tényleg őt látjuk ott. Ő az első ember képe. Ő szállt le. Egyik arca nap. Másik arca föld. Kettős Isten. Föld és nap. Mire vár? A menyegzőre.
Föld és nap menyegzős koronájáról van szó. Ez a küldetése. És jön a kilenc istenség. És ki az utolsó? A tizedik. Mert az már nem istenség, hanem ember. Horus, Re, Harakti, vagy Horus, Arpachis. Mert bizony a kettő egy. Ahogy a fölkelő nap, és a delelő nap, és a lenyugvó nap is egy. Senki nem gondolja, hogy a fölkelő nap egy másik nap, a lenyugvó nap pedig ugyanazon a napon megint egy másik nap, ugye? Ugyanaz az istenség. És előtte ki van? Oziris. Ott végződik az Enneád, mert ő még nem ember. Ő démon, jó démon. Ahogy Plutarchosz írja. Mondom másképp, titán. Mondom másképp, jó árkon. Értik? Tehát ez ugyanúgy egyiptomi korona, mint ahogy görög korona, meg latin korona. És valami nagyon fontosat tudtunk meg az egyiptomi nyelvezetből, azt, amit a másik kettőből igazán nem tudtunk meg. Mert abból csak azt tudtuk meg, hogy beavatási korona. De most már azt is tudjuk, mibe beavatási korona. Szűzi Nászba való beavatási korona. A napszellemnek a koronája. Na most, hogy hívják a magyar szent koronával megkoronázott királyokat Attila óta? Turul nemzetség. A Turul minek a madara? Napszellemnek. Túr nap, Ul fiú. A napnak a fia, a napnak a szelleme. Turul madár. Ez a küldetésünk. A nap elkezdte. A nap már elkezdte. Nehogy azt gondolják, hogy a Föld nem fogja követni. Változik a Föld, változik a nap, lépünk előre az alkímiai mennyegző felé. És ezt mindenkinek meg kell valósítani. Mindenkinek. Ez egy belső út. A saját bennem lévő királynő és a saját bennem lévő királyfi, Nászáról beszélek. A saját bennem lévő királynő és a saját bennem lévő királyfi Nászáról. Ez megismétli a teremtés történetét, ezért újra teremtés történet. Ha valaki ismeri az időfizika tanítását, ez az, amikor a két forrás találkozik és saját múlterükbe belépnek. Ez ugyanaz a folyamat. Ketté válnak, és az egyik visszafordulva tűz sebességgel saját múltburkain áttör. Na most záró gondolat. Menjünk vissza Cimmerre. Nincs sajnos idő. Már úgy értem, hogy itt vannak ezek a pöttyök. Nagyon fontosak ezek a pöttyök, mert amikor pöttyöznek, szokták mondani, a pöttynek semmi jelentősége nincs. Népművészetben a pöttyöknek, a pontoknak piszok nagy jelentősége van. És a jelentősége éppen a számossága. Tehát itt az üzenetet nem az alakzat hordja elsőrendű módon, hanem a számosság. Miért? Mert ez a szűz létezésmódhoz tartozik. Amikor én pontozok, az a szűz minőségnek a megnyilvánítása. És a szűznek mi a sajátossága? A számon tartás, értik? Számokat tartok a számon. Tehát a világnak azzal az aspektusával foglalkozom, ahol a mennyiség a fontos, és nem pedig a minőség, az a nyilasikrak tengely. Ez pedig a szűzhalak tengely, ahol a számosságot tartom nyilván. Nagyon fontos a számosság. Számoljuk meg. Mindkét oldalon. Ráadásul fölhívják a figyelmünket, hogy ez nem ugyanaz a minőség, mint ez a minőség, mert ott egyébként piramisokat látok. Nem. Úgy rám néztek, hogy még én is megfordultam. Hát azok piramisok. Nem piramisok? Nem négy oldalú piramisok, hanem a sokkal gyakoribb háromoldalú piramisok. Számolják meg, hogy a Kárpát-medencében hány ilyen özönvíz előtti mesterségesen kialakított háromoldalú piramis van. El fognak képedni, mert nem lesz a két kézfő és a két lábfő elegendő. Pedig az mennyi? Hát 3 perce van minden újnak, az mennyi? Háromszázhatvan perc. Na, hát. Jó. Lényegtelen. Mi ez? Hát, ha 7 van, akkor szinte biztosra lehet menni. Tehát annyira biztosra lehet menni, ha 7 van, akkor 7 bolygó. Tehát, ez. Tehát ha 7 van, akkor 7 bolygó. Ebben nem tévedhetünk. Legfeljebb visszakérdez a művészettörténész, hogy és még valami lehet?
És akkor az ember gond, persze, de most nem menjünk tovább, 7 bolygó. De miért van így elválasztva, hogy 3 meg 4? Miért van így elválasztva, hogy 3 meg 4? Van 2 percem. Azért, mert itt meghúzom a határt. Ez mi? Csakrák. Milyen csakrák? Emberi erőközpontok. Végig erről beszéltünk. Beavatás, megvalósítás, emberi templom, belső út. Mivel van dolgom? Tudni kell, hogy ez egy erőműködés. Az emberi test erőműködés. A fizikai test az csak megkövült rezgés. De rezgés. Csak agyon van kövülve szegény. Borzasztó nehéz lesz feloszlatni. De megvan rá a mód. Csak hihetetlen nagy erő kell. És itt van alatta ez a 3. Bocsánat, a holdat már nem tudom kirajzolni. Itt erről van szó. Na mit gondolnak, melyik a fontosabb? Mit gondolnak, melyik az, ami adott a piramis működésbe? Mondom másképp. A piramisok működtetik őket erőműként. Mert a 3 oldalú piramisok tetszik, nem tetszik, erőművek. Nem mai értelemben, nem Paks 5, amit együtt fogunk építeni a gulágon, a fotballpályákkal egyetemben, mert még nincs elég. Ezeket a piramis működteti. Lehozza a tűzerőt fokozatokon kell. Igen, bármilyen meglepő legyen a Szaturnusz, az első Szaturnusz az tűzállapotú volt. Alkimiát kell ismerni, meg a gnózis kell ismerni. Lehozzuk odáig, hogy fény legyen. Itt ez a lényeg. Miért? Mert ez van rám bízva. Ezt működtetik kik? Akik fölöttem vannak, a hierarchiák. Kik? Az Ennát 9 istensége. Mi van rám bízva? Ez a 3. Hogy hívják őket? Vegetatív bolygók. Miért vegetatív bolygók? Mert a nap tudatosság alatt vannak. Vagyis tudattalanok. Nem érték el a tudat szintjét. Mivel van dolgom? Ezeket kell tudatosítani. Nagyon fontos. Tudni kell, hogy ez micsoda. Édes Jézus. Rádolgozunk 10 percet? Nem azért kérdezem meg, mert én nem szeretek dolgozni, csak nekem vissza kell egy vonathoz érni a keleti pályaudvarra, és azt kérdeztem meg, hogy visszaérünk-e. Mert a múltkor nagyon határeset volt, tehát ha nem futottam volna, akkor nem értem el volna a vonatot. Ezt mindenki úgy ismeri, hogy ez a Vénusz. Mindenki úgy ismeri, hogy ez a Merkur. Mindenki úgy ismeri, hogy ez a Hold. Ez nem a Vénusz. Azért mondják nekünk, hogy ez a Vénusz, hogy összekeverjenek minket. Nem viccelek. Ez a Merkur. És ez a Vénusz. Tudják, honnan lehet tudni? Például onnan, hogy ennek holdkalapja van. Mit gondolnak, miért van holdkalapja? Azért van holdkalapja, mert fölhívják a figyelmünket, hogy ugyanúgy működik, mint a hold. Melyik működik a koronán? Most láttuk, ugyanúgy, mint a hold. A Vénusz. Egyébként ez a csakra milyen csakra? Vénusz domnak a csakrája. Minek a csakrája? A szerelméletnek a csakrája, a nemiségnek a csakrája. Akkor ez hogy a jó fészkes, büdös fenébe lenne Merkur? Diákjaim szokták mondani, hát tanár úr, csúnyát mondok, mert kúr. Nem, nem. De nem, nem, nem. Ez a Vénusz. Ez a Vénusz. És ez pedig a Merkur. Hát nézzék már meg sorrendbe. Elindulunk a Földtől. Itt vagyunk mi. Hogy vannak sorrendben egymás után? Hát megyek a Holdra, utána a Merkur jön. Hát úgy kirúgnak csillagászatból, mint a 21. Hát elmondja, először a Vénusz jön, barátom, a Vénusz jön, csak utána jön a Merkur, jó, és utána jön a nap. Oké? Rendben. De ez miért fontos? Mert nem ugyanazt jelenti. Hol van a gondolkodás? Itt. Mert ez a Merkur. Itt mi van? Itt a szerelem van. Ez az asztrál test. Ez az élettest. Ez pedig a gyökércsakra, a fizikai test. És ebben a sorrendben szellemítem át. Először az asztrál testtel kell kezdeni, mert ez az akarat. Le kell a vágyakat győzni, és át kell alakítani akarattá. Arra kell hangolni az asztrál testet, hogy individuális vágyak és érzelmek helyett
a Teremtő Isten akarata legyen benne. Ezzel mit nyerek? Megszűnik a félelmem. Abban a pillanatban. Mert minden vágy, minden érzelmi töltés egy múltbéli emlékhez köt. Nem más, mint tudattalan múltbéli emlék. Nem emlékszem rá. Megmaradt az érzelmi töltés. Kedves vagy ronda emlék. És rettegek tőle, vagy visszavárom. Nem több. És amíg nem emlékszek rá vissza, addig ez így marad. Ha csak át nem alakítom ezt a lehetőséget akarattá, akkor elpárolgott az érzés, elpárolgott a vágy, és lesz tüzes akarat helyette. Az asztráltest tüzes természetű. A Merkur olyan közel van a naphoz, hogy tüzes természetű. Nem is látom, mert ott kering közvetlenül körülötte, és olyan gyorsan, hogy mire észreveszem, már elbújt. De ő tud legtöbbet a napról, a tűzről és a fényről. Gondolkodás. Szív. Itt a lényeg. Mit kell csinálni? Meg kell tanulni szívvel gondolkozni. Nem pedig ezzel az ütődött, konok, hülye, korlátolt, szerencsétlen. Befejeztem. Mert emiatt van az, hogy a magyar nyelv azt mondja, gond. Persze, hát folyton termeled a gondjaidat. Próbálj már meg nem gondolkozni, hanem kinyitni a szívedet. És ráérezni a dolgokra. Mert a szívvel gondolkodás ezt jelenti. Megérezni az igazat. Nem pedig elgondolni, amit én valóságosnak gondolok, mert az rég nem jó. Mert abból erővektorok lesznek, meg örvényterek lesznek, meg integrál lesz, meg mátrix aritmetika lesz, meg a jó ég tudja micsoda, amiről mind bebizonyosod, hogy félig igaz se. És ott van a gravitáció, amiről kedvenc témám, semmit nem tud mondani a fizika. Semmit. Semmit. A varangyos béka többet tud a gravitációról, mint a fizikus. Utána jön az élettest. Mi az élettest? Hát tudni kell, hogy a növények hogy működnek. Van egy forma a magban, és azt megismétlik. A növény nem tud más csak ismételni. Semmi más nem tud. Ez az ismétlés. Mit jelent tudatossá tenni az ismétlést? Ez az emlékezés. Meddig ismétlek? Karma, amíg nem emlékszek. Mikor oldom fel a karmát, vagyis az ismétlést? Ha már emlékszem. És eljutunk a fizikai testig. Na most ez az állattudatállapota, ez a növénytudatállapota, ez az ásványtudatállapota. Ez átszellemíten a legmagasabb. Ez a pálos beavatás tetőpontja. Itt milyen tudatállapotban vagyok? Mint az állat. Az állatnak milyen tudatállapota van? Pontosan tudom, mert én megismétlem ezt a tudatállapotot, amikor asztrálisan vagyok jelen, és a fizikai testem és az élettestem pedig pihen otthon az ágyikóban. Ez az álomteli alvás. Az állattudatállapota megegyezik az emberi álomteli alvásnak a tudatállapotával. Az állat nem tudja megkülönböztetni a nappali tudatállapotot az álomtudatállapotától, mert nincs közötte különbség. Értik? Azért fut álmába a kutya. Láttok már ilyet? Meg ugat, meg csahol, meg bepisil, ha örül a gazdájának, mert vele álmodik. Azért az ember nem így álmodik. Hát vannak... Már jó, befejezem, mert látom, hogy már átment ilyen szilveszteri műsorba, tehát ez nem... Itt van a növénytudatállapota. A növénytudatállapota, a növénytudatállapota, az az álomtalan alvás. Vegetáció. Hát vegetáció. Az, amikor nem emlékszem semmire. Miért? Ez a ismétlés vagy emlékezés. Tetszenek érteni? És eljutok oda, hogy az ásványvilág tudatállapotába lépek be. Ez mi? Ez a halál. Ez a haláltudat. Az ásvány halál. Nem tud mozogni, nem tud életjelet adni, mert van tudata, de az haláltudat. Álomteli alvás, álom nélküli alvás, kóma, halál. Ez a pálos beavatás. Belépni tudatosan. Ezzel a fénnyel. És ha beléptem tudatosan, nincs halál. Miért? Mert így megyek át rajta.
És kiderül, hogy amit ma mindenki köznapi tudattal haláltudatként tapasztal, az nem más, mint a halhatatlanság. Tessenek elolvasni a keleti misztériumokat. Mindegyik erről szól. A halál egyenlő a halhatatlansággal. Miért halál mégis? Mert nem tudom megélni. Én nem tudom megélni. Mit? A teljes fényt. Mert a halálban tudják, mi van? Az elsődleges fehér fény a pálosok csuhája. De én ezt nem látom. Nem látom. Mert elhomályosítja a fizikai nap a szememet. Ezért azt tanította Jézus, virrasszatok. Imádkozzatok és virrasszatok. Mert amíg a nap fönt van, addig ez a szervünk nem működik. Éjszaka viszont úgy működik, ha akarjuk, hogy csuda. Na hát ideig jutottunk ma, bocsánatot kérek, nem tudtam befejezni. De a Klosterneiburgi képeket, azokat nagyon szívesen levetítem, csak annyit szeretnék mondani, másodszor följöttem Klosterneiburgból, én akkor találtam meg ezt otthon. Annyit kell tudni, hogy a Pataki László egy rováskutató volt, aki levelezett Pál Zoltánnal, az Arvisúráknak az írójával. És ez a hagyaték, ez nálam van meg, mert a család bizonyos ismeretségi okok folytán rám ruházta ezt a hagyatékot, és ebben megvan Pál Zoltánnak a teljes Arvisúra változata, gépelt formában, ami nem azonos sem a Püski kiadó által kiadott, az is egy csonkított változat, és a korábbi kiadások azok még csonkítottabb változatok, ezt csak előjáróban mondtam, ugyanis nála találtam meg ezt a rendszert leírva. Ezt avarbástyának nevezi, és leírja, hogy az avarnak nevezett időszakban a Hun 24 törzsszövetség szövetségi ládáját itt tartották. Itt. A Győr neve az a gyűrűrendszerű földvár, szakrális földvárrendszerben. Ezt nyilván ők sokkal jobban tudják, mint én. És ez alatt van egy föld alatti rendszer. Pál Zoltán ezt leírja. De mikor írja le? 70-es évek elején. Mikor találják meg a Klosterneiburgi lejáratot? Jóval később, 20 évvel később. És leírja Pál Zoltán, hogy ott is van egy lejárat, Bécstől nem messze, Bécstől északnyugatra, és itt is van egy lejárat egyébként Győrnél. Tehát lehet tudni. Na hát majd erről egyszer majd, ha erre járok, akkor nagyon szívesen levetítem a képeket. Nagyon izgalmas, mert döbbenetes. Tehát döbbenetes, hogy mi van ott. Tehát elképesztő. Tessék? Nem mondott ki a lejárat? Nem. Ne, ez nem... A Barkópa az egy zsidó hagyomány, tehát nem fogjuk most ezt... Visszadobjuk. Nagyon szépen köszönjük Horn Gergen ezt a két alkalmat és a két tudom előadást, majd találunk alkalmat lesznek későbbiekben. Mindenkinek köszönöm szépen figyelmet, támogatást, innovatívat.